uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra 15 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Hello hallgatóink, hello mindenkinek. Hello, hűvös van, de nem annyira még most. Igazából olyan 10 fokot mértem, az még egészen baráti. Teljesen rendben van. Igen. Tegnap hűvösült meg úgy estére. Táncórán voltunk, kérlek szépen, másodjára is. Hát ez nagyon jó. Nagyon gyerek. Ja, bocsánat, képtelen vagyok megszokni. Miért? Mi benne a baj? Elviszed a feleségemet táncolni. Négyszög rumbát tanultunk. Tegnap már a négyszög... Most, de ez tényleg ciki? Nem. Akkor ezek szerint az. De szórakoztató. És ez a lényeg. Az lényeg, hogy ne vessünk. A többi az mindegy, mi? Semmivel ne törj. A lényeg, hogy mi jól szórakozunk. Na mindegy, és akkor jöttünk ki 8 óra után, és akkor éreztem, hogy nagyon hűvös van. Tehát tulajdonképpen nem a táncról akartam beszélni, hanem az ideg időjárás. Nagyon hűvös volt hozzád béka? Ja, hát egyébként... Tényleg láptaposás volt már? Nincsen. Hát azért vigyázzunk egymásra. A négyszög rumbát, azt kérlek szépen, ilyen távolságtartó négyszög rumba, mert egy négyszöget mész közben. Nem érdekes, úgyse értjük. Mi sem. És elkezdtem, mondom, már csak becserkészem, hogy így érjünk már össze. És mert van egy ilyen távolságtartás a táncosok között, de mondom, egy kicsit én azért csak közelebb húzom a békát. Közelebb viszed a rumbatököt. A rumbatököt becsempészem ott a táncterembe, megyek és átölelem, magamhoz húzom, és azt mondja, mi van, fázol? Na, mondom, béka. Tombolt a romantika. Figyelj, most serkésztelek be, most húztalak magamhoz, most öleltelek át, hogy derékból meghajlítva, érted? Szóval mi van, fázol? Nekem nem tetszik ez a racionális megközelítés a béka részéről. Ő a fázol? Igen, ő az, aki racionálisabb, mert amíg ugye messze vagy, addig jár közöttetek a levegő. De meg ott toltad volna a latin marcsót? Persze, már valami ízét kerestem, valami rózsaszálat a számba. Érzed, ahogy iszik a levegőn? Nem, sőt, kifejezetten hideg. Igen, de, sőt, ne gyere ilyen közel, mert melegen van. De hosszú távon terveztek? Már úgy nem egymással, hanem a tánctorral. Mind a kettővel. Aha. Hozzájárásra. Igen, tegnap este már a ilyen videó megosztó nézegettünk versenytáncosokat. Mondtam, hogy itt komoly baj lesz, mert hogy egyrészt azoknak ilyen 5 centis csípőjük van a férfiaknak, azt én már nem nagyon tudom teljesíteni, azt hiszem elmaradtam, és hát bámulatos dolgokat csinál. Kezdem megérteni anyámat, aki mindig ott ült a Szavária táncverseny előtt a televízióban. Nagyon komoly dolgokat. Nem volt más. Igen, az nem szeretett volt, kényszer volt, tehát a kettőt ne keverd össze. Nálunk lehetett még a román egyet is nézni, ott a határ mentén, ahol ugye mi éltünk, vagy anyám még most is él, ott átjött a román egy. És mi volt, Transzavária? Ott igen, ott egy másfajta táncverseny volt, nem, ott Tom és Jerryt lehetett nézni, amikor nálunk még nem volt Tom és Jerry. Jó volt, szerettem. Ja, de figyelj, jó, ez heti egyszer készülsz rá, elmész, van egy kis rendszer, még egy plusz az életedben, ami csak a tiétek. Szerintem tök jó dolog, és tegnap nagyon sokan voltak, jöttek a szinglik is, szingli pasik és szingli nők, akik nem mertek összeállni, nagyon vicces volt, de nem hiszem, hogy egyébként valaki csajozni vagy hapsizni jár el egy ilyen tánc tanfolyamra. Már így 30-40 évesen. Dehogy nem. Igen? Persze. Nekem szomszédom is jár, szalszázik, meg nem tudom is. Aha. És összejött valakivel? Nem, akarom most ötök beszélni. Tehát nem. Hát nyilván nem. Nyilván, szingli pasik. Ős hallgató, nehogy most. Kedvelem, az a jobb oldali szomszédunk, jó arc. Ő is szalszázik, azt hiszem, vagy valami. De hát mesél azért dolgokat, hogy... Ugye, hogy jó? Hogy még történnek. Nem, ennyit nem tud a táncról, mint te. Tehát, ja, az nem ért meg. Ja, nem, ennyit voltam nála párszor borozni, de ennyit összesen nem mesélt a táncról. Tehát, hogy nem ez a része. Te egy másik megmesélt. Igen, nem ez a része az, ami engem szórakoztat a történetek, miközben borozol. Jó is az. Igen. Hát gyerekek, jó, persze. Én szalszából csak a szót szeretem. Úgyhogy velem nem nagyon lehet megtalálkozni ilyen tánc. Hát nem, hát de te elviszed mászni például Mónikát, persze. Vagy fussunk közösen egy maratont. Nem, de a közös élmények az a lényeg benne, hogy csináltok valamit együtt, mint ami a rutinotok. A hétköznapi. Az mindenképpen feldob, hogy nem. Kinek mi? Hát az kell, az egyébként jó. Te nem fogsz néptáncolni, menni, ezt ugye tudjuk, mert az meg a ez a kettő, amit nem akarsz kipróbálni. Ezt erre viszonylag kicsi ödösségen. Hát a Benni jár egyébként, és nagyon szereti. Ugye? Igen. Na. Az oviba van néptánc, és nyomja. Most akarunk menni, majd megnézni. Lesz előadás is? Nem, előadás nem, csak meg, ugye tudod, mindig az ovim úgy van, hogy még tehát nem plusz foglalkozás, hanem a délutáni foglalkozás belül, és akkor nem látjuk soha. És most elhatároztuk elmenni meglesni. Be lehet menni? Szerintem igen, biztos. Azt nem tudom, hogy reagálna, ott vagyunk. Tudod, hogy kijönne-e, vagy csinálná-e tovább, meg akarom nézni, mit csinál. Öltöz be ilyen bőgatjában, vagy pörge, bajuszt fel, hogy nehogy kiszúrjon. És itt van Kovács bácsi, régi néptáncosunk. Annyi mindenről marad le az ember, hogy nem látja a gyerekét, hogy mit csinál az obiban, nem? Béka most elment múltkor úszásra. Nálunk az van így ilyen délelőtt. Nem, ennyi idősen sem tud úszni, vagy hogy... De, hát ja. Ott volt a velencei tanulmány. Nem, van. Ja, azt hittem, hogy úszni tanul a béka. Mondom, az jó, későn. Elment úszásra az iskoláját, hát azért... Nem, megnézni a gyereket, és az is olyan jó. Igen, volt. Ez egy jó pontok. Amikor egy foglalkoznak, vagy tanulnak valamit, vagy valami ebből, azért úgy sokat nem lát az ember. Persze van egy anyánk napja, meg egy-két ünnep, meg be lehet menni, de hát azért a nagy idő, nagy többségét úgy tölti bent, hogy nem látod, nem? Hogy mit csinál, ki a kis barátja, mivel foglalatoskodik. Nyilván tudod, mert beszélgetsz vele, de azért ezt így jó megülösni. Kivermek kit, hogy viselkedik, amikor ő azt gondolja, hogy te nem látod, tudod. Tehát ez... Valamit elmesél otthon, de valójában kivermek kit. Igen, nem úgy van. Soha nem úgy van. És akkor ő visszaütött. Most nála ez a mondat megy. Igen. Nem, megelőző csapást mért. És akkor arra muszáj volt, apa, értsd meg. Na, van ez így. Csak azt ne kövessétek el azt a hibát, hogy csak videókamerán keresztül nézitek az előadásokat. Azt meg tudok őrülni tőle. Most megint volt, mi volt most Márton nap, és akkor Márton napi szokások között van egy olyan, hogy így lámpással körbe járnak. A óvodában mindenki csinált, mindig kellett be sajt, háromszög sajtnak ezt a papírdobozát, abból csináltak lámpást, ugye, hétközben, és akkor este oda mentünk mi is szülők, 5000-en voltunk, és az óvoda körül kellett menni, és ráadásul vaksötétbe mentünk, tehát tényleg teljesen sötét volt, a lámpások világítottak, és volt egy apuka, nem a mi csoportunkban, nem tudom, hogy kinek volt az édesapja, aki videókamerával ment. De úgy, hogy egy grammot nem láttál, mert csak a kis mécsesek világítottak, és láttad, hogy apuka egyik szeme rajta a kamerán, és botladozik az Ézi Óvoda udvaron. És én meg akartam kérdezni, hogy nem akarod ezt itt megélni? Mert hogy egyrészt még csak nem is látsz semmit a felvételen. Night shot is van. Ja, én mondjuk el vagyok maradva, tudod, ezekben a technikákban, tehát lehet, hogy nagyon szépen kirajzol a gyereke. Mondjuk az elég ijesztő, tehát azt visszanézni. Az nem annyira jó, igen. És akkor megy, követi a gyerekét, néha svenkel egyet, körbenéz a kamerával. Hát ő a család nagy videós, ő ugyanúgy karácsonykor, meg minden születésnapon, meg mindenhol videózik szerintem. Ez a típus, nem? A legszebb ilyen videózós élményem az egyik disznóvágos partin volt. Minden februárban én megyek Túrkevére, ugye van ez a nagy disznótoros, hogy hívják, volt egy csávó, gyerekek, aki minden 30 malac leszúrását fölvette. Dokumentált. Hogy ott mi? Tehát azt júniusban egy este visszanézed. Nem, hogy gyere, anyjuk! Na, nézd meg! Nézd, a 27-et gyönyörűet szúrták meg. Na, az szép volt. Ezt a torokszúrást nézd meg. Igen, hát ott a hatosnál, a hatos az elrontott, a szegény. Ott ez mellé ment ki. Az nekem is fájt. Igen. De hogy érted? Azzal mit csinálsz? Mert még a gyereket jó nyilván ott fölveszed, legyen meg, de az a 30 disznó kivégzését fölvenni. Az igen, az érdekes. Elég pervers. Ne törődj velük, Feri, igazad van, végre egy férj, akinek ilyen a hozzáállása a tánchoz, írja egy hallgató. Egy táncrajongó, ő egyedül van. Én azért nem járok táncolni, mert én ön és közveszélyes vagyok, tehát hogy a közös programok engem is megérintenek, csak hát ahogy én táncolok, az nem tánc. Ez nem baj, de most nem kell mentegetőzni. Ez nem mentegetőzés. Hát miért kéne táncolnod? Hát nem szeretsz táncolni, utálsz táncolni, nem is tudsz táncolni. Igazából olyan jó ezen nevetni, nem? Nincs ezzel baj szerintem. Mindenki találja meg magának azt, amit... Itt most nem a táncon van a hangsúly, csak hogy így egy héten egyszer valamit csináltok együtt. Ez jó. Azt mondja, hogy van egy-két közlekedésünk, ami a vonatokat illeti. A MÁV megint alkot, Győr-Mosó-Magyaróvár vonalon állnak a vonatok. Infó csak annyi, bizonytalan ideig nem indul tovább a vonat. És mi csak várunk a prédi közepén, írja Gina. Totál nonsense, nem? Egyébként ez elképesztő tényleg, hogy mit csinálnak. Igen, most már minden reggel ez lesz 15 perc késéses indítások Budapest-Vác vonalon. Hát ugye ők azt mondták, hogy helyreoszták a késést, meghosszabbították a menetidőt. Így. Ugye? Tehát azt mondták, hogy hát akkor eddig késtünk fél órát, akkor menetidő nem 1 óra 20 perc, hanem mint 1 óra 50 perc. Na. És akkor így viszont már nem fogunk készni. Na de hogyha egyébként lesz egy átmeneti időszak, amikor még nincsen hó, de már nincsenek falevelek a fákon sem, akkor mire fognak hivatkozni? Átmenet. Ja, hát mindig van, nézd meg, hát ősszel vannak a falevelek, télén vannak a fagyások, az ónos eső, a hideg, tavasszal a hóolvadás, meg a nem tudom, nyáron pedig a hőtágulás, a meleg, a nem tudom, a talpfák elmozdulása, aha, a lazább, nem tudom, szerkezet miatt a melegben, tehát a 4 évszak azért az komoly ellenfél. És a kettő között meg az utas, ugye, ahogy szokták mondani. Nem? Tehát ez az 5. És a kettő között meg az átállás, mert mikor megszoktad, hogy levél van a síneken, ugye? Igen. Azt már megszokták. Azt beépítették. Beépítették, várják a havat, de a kettő között, amikor nincs semmi, nem tudsz visszaállni. Valami mindig van. De miért nem az van, hogy elindítanak egy üres vonatot, fölállnak, elindítják a stoppert az elején, és azzal a sebességgel, azzal a 26 km/h maximális sebességgel, amire ma Magyarországon a MÁV képes, végigmennek a vonalon. És a végén megállítják a stoppert. És azt mondják, hogy nagyjából így fogunk közlekedni, ennyire gyorsan tudunk menni, tehát ilyen a menetidő. Érted, mire gondolom? Mm-hmm. Tehát, hogy lehet, ezek a menetidők, ezek ilyen 10-15 éve kiszámolt valamilyen menetidők, azóta már bőven visszaesett a teljesítmény, meg a sebesség. Ez nonsens, hogy minden 5. vonat késik. De hogy 10-15 év alatt visszaesés van. Hát tudod, kopnak a sinek, a vágányok, a vonatok. Hát persze, fejlődni kéne. De hát azért ez egy pénzért vett szolgáltatás. Nem, amit te igénybe veszel. Hát azt ne tudják megmondani, hogy hány órára vagy ott az állomáson. Hát nagyjából ezt most a középkorban is egy szekérutat is meg tudtak mondani, hogy 2 napi járóföld, nem? Ugye, mi ez? Egy nap szekérrel, ott vagy. Ma fölülsz, holnap reggel ott vagy. Hát azért ez hogy van? Nem is, egyszerűen nem is értem tényleg. Hát van hova fejlődni. Most ha minden működne, érted, akkor túl sok a bizonytalansági faktor. Például a vasutasként én arra is tudnék hivatkozni, hogy nem tudod, hogy hányan szállnak föl meg le az állomáson, mert ez egy változó. És ha sokan szálltak föl, akkor az tovább tart. Nem tudunk addig, tehát nem tudunk időben elindulni. Maguk a hibásak, kedves utasok. Ma is túl sokan voltak. Ne jöjjenek ennyi. Túl sokan szállnak. Tegnap meg túl kevesen, azt vártunk, hogy hátra jön még valaki. Nehogy lemaradj, az is magukért volt. És megcsúsztunk. Hát most nem kell dumálni, mindent magukért csinálunk. Nem értem én ezt. Szelkények. Na, viszont ha már az előbb szóba került egy pillanatra az úszás, beszéljünk már Hosszú Katinkáról, aki valami egészen elképesztő dolgot teljesített megint. Ugye most ért véget az úszók rövidpályás világkupa verseny, illetve talán még ma van, de hogy ez egy 8 állomásos történet, ahol ő 50 darab érmet szerzett a 8 állomás alatt, amiből 32 arany. Azért én nem vagyok egy nagy úszófan, de hogy térdre hullok egy ilyen eredmény előtt, az egészen biztos. 32 darab elsőséget. Mindegyikért egy 1500-öske dollárba, aha, meg plusz a végén ugye az összetett elsőségért egy $100,000. Tökéletesen megérdemlém minden egyes centet, az teljesen egyértelmű. De ez már meg is van? Persze, megnyerte. Aha. Megnyerte az összetettet. 32 darab elsőség. Neki nem tudsz olyat mondani, amiben nem olyan jó úszás nemben? Ja, nyilván az, amiben ezüst lett, ugye? Hát figyelj, szerintem gyakorlatilag, hát ugye vegyes úszóról van szó részben, mert ugye gyorsan is úszik, meg egyébként mindenen úszik, tehát vegyes úszóként mindenhez ért, de hogy 50 darab érem, tehát hogy már mi van? Aha. Háton lett ezüst? Ákos itt közben mutogat. Háton negyedik. Ja, háton lett, fúj. Negyedik? Kikérem magamnak. Negyedjére ugrott vízbe. Tehát úgy volt, hogy negyedjére ugrott vízbe, az, aha, volt az utolsó szám tegnap. Bealudt. És akkor a picit már elfáradt. Picit megfáradt már, ugye? Hát hiába. Tehát tényleg feláborító. Mennyi? 32. Az nem gyengém. Iszonyú durva. Hihetetlen. De úgyhogy már visszavonult, nem? De hogy van? Nem volt. Nem. Hát volt egy nagy szünete, arra gondolok. De aztán most visszajött. Azt mondom, hogy visszajött neki. Volt egy nagyobb szünete, vagy egy hullámvölgyával, amikor az olimpia előtt még nem. Amikor is ugye nagy visszatérőként jött. Nem? Nekem ez így nincs meg. Lehet, hogy nem. Nem baj, csak kérdezem, hogy úgy emlékszem, hogy az olimpia előtt neki volt vagy egy nagy hullámvölgy, vagy edzőváltás, vagy kiment valahova. Emlékszem, hogy ő volt. Valami, a férje az edzője. Igen, de hogy valami izé ott volt. Ne kiabálj velem! Na mindegy, hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetnek a hallgatók, azt az egy dicsőséges pontot pedig tegnap te szerezted meg, úgyhogy folytathatnád is. 2-1-re mennek még? Igen. Aha. Szerintem hozz föl 2-2-re, ott nagyon-nagyon tudsz arcoskodni, de jogosan, és utána így odadobod nekünk a koncot péntekre, hogy gyerekek, akkor döntsetek. Tudom, hogy ez kinek lenne jó? hogy kinek lenne jó. Hát hogyha pénteken dobok valamit a 2-2-nél, az akkor fölöslegesen küzdöttünk 2 napot. Tehát, hogy viszont ha most dobod el, akkor meg már vége a hétnek. Ha elcsesszük, akkor 3-1. Csak nem, hát egyet tudtok hozni, egy pontot. De mi van, ha te hozod most azt a maradék? Én tegnap megtettem. Nem, én most teferi. Én pihenek. De kivel vagy, de tényleg? Én a Balázsral. Jó, az egyszerűen vagyok a trénered ebben. Én pihenek. Én tegnap játszottam, néztem a hétfő-kedves, nagyon aranyos, nagyon kedves kis játékotokat, és akkor tegnap játszottam, ma megint játszatok. Aha. Mi van, a hallgatókra bízzuk? Egyébként, nem ugye, mert hogy tökre leosztjuk mindig, de aztán a felvetésben még. Igen. Tökre leosztjuk, aztán a hallgató mindig mást választ. Hallgatóra és Annára. Igen. De leginkább azért Anna, mondom, hogy a hallgatóra. Persze, úgyis Lőrinci lesz egyébként. Senkit nem beszélünk rá, senkire. Na jó, van, lehet jelentkezni akkor játékra, egészen nyugodtan, SMS számunkat mindenki tudja, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 10 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek. Fehérvárról Budapest felé is áll a vonat Kelenföld előtt, biztosító berendezés hibáma miatt fél óra késés. Kellemetlen már ez a MÁV tényleg. Nyíregyháza Kert utca trafi. M0-áson az M5-ös felé a Diósdi lehajtónál pedig mérnek a rendőrök. Ezt Zsolt küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, többen kérdezik ezt a Budapest-Székesfehérvár vonal 1 órás késés. Hát ez az oka. Biztosító berendezés miatt. Na. 100 méterenként megállnak a vonatok. Azt írja egy hallgató. Előre kell szaladni, megnézni, hogy nincs-e valami a sinem. Megáll, kiszáll, előre megy, visszajön, 100 métert lemegy, megáll, kiszáll, előre megy. Van egy nagy tétényi biztosító berendezés, az hibásodott meg, és ez szépen visszadugul, ugye, és ahogy jönnének be a vonatok, folyamatosan 100 métert megy, megáll, 100 métert megy, megáll. Úgyhogy akik azon a vonalon vannak, hát kitartást kívánunk nekik, mély együttérzéssel. És visszafele is mész. Júj. És visszafele is, igen. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Hello, Gábor! Szia. Gábor, honnan hívsz minket? Nyíltasról, de már most úton vagyok. Úton vagy? Vonattal, busszal, autóval? Autóval vagyok. Autóval. Jól van, kivel szeretné játszani? Hát, legyen Feri. Ferivel. Kellett nekem dumálni. Na, megnézzük akkor, hogy mire mentek egymással, Jani. 3, 2, 1, fire. Nyíregyháza közelében van, Nyírtas? Hát a közelében van, úgy van. De már most Mikepécs közelében vagyok. Debrecent elhagytam. Az 37-es út? 47-es. 47-es. Kérdezel, Gábor? Hát szeretnék. Hajrá. Hogy megy a tánc? Nagyon jól. Te tudsz táncolni? Hát, mondjuk. Mondjuk mi? Tudsz? Hát elég jól tudok táncolni. Melyik a kedvenced? Négyszögő rumba? Megy? Hát inkább a csa-csa-csa. Csa-csa-csában vagy jó? Így van. El tudom képzelni. Csa-csa-csa. Na, menjünk vissza kicsit Nyíregyházára, jó? Okés. Benneteket neveznek tirpákoknak? Hát szoktak úgy is hívni minket. De ez népi vonal, ugye? Van ezzel baj? Hát nincs vele gond. Ügyes vagy. Ügyes voltál. A csa-csa-csa virtuóz. Hát ez nagyon jó. Na, engedd el ezt a tapsot. Őszoltam pedig. Jó volt, ügyes vagy. Ügyes voltam, Gábor. Köszönöm szépen. Nem álltunk meg, nem voltál passzív, táncoltunk, visszamentünk, nem húztad föl magadat írpákon, ugye, Nyíregyháza környékén, én pedig azt reméltem, hogy ott be durrantasz valami. Hát majdnem eldurultam. Jó lett volna, igen. Jó lett volna, eldurulsz, mert itt írtak. El is ment a hét sajnos. Na, dobálj meg izével, szignettával, vagy mi. Hát kellett nagyon a sapka, mert fázik a fejem. Lesz benne az is, Gábor, jó? Jó, köszönöm szépen. Küldjük neked, ciao. Rendben van, sziasztok. Ciao, ciao, ciao. Hello, 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 Gábor, ciao, hello. 7 perc, szóval pontosan 7 óra. Ha valaki még a vonaton ül, akkor írjon nekünk, hogy hol tartja, mert nagyon sokan kérdezik, hogy mi a helyzet így a vonatokkal, vagy melyik járat, meg hol késik pontosan, hogy tudjunk segíteni. Mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello, Jani. Hello. Sziasztok. Feri. Hello. Jó reggel. Jó reggelt. Jaj, de jó reggel van ma is. Fajkos kis csütörtök ez itt. Most mondd meg. Na, ami az időjárás illeti ki, hogy öltözöm föl. Hideg nem lesz még most igazán, egyre jobban hűl az idő, de 10 fok lesz körülbelül a maximális hőmérséklet, a minimum pedig 6, úgyhogy ez most még nem annyira vészes. Sőt, mi több, olyannyira, hogy hideget mondtak, de ez a 10-11 fok, ez marad egész héten, eső se nagyon lesz, egészen jó idő. Szuper. Ugye? Láttad most a horvátországi óriás vihart? Azt most nem láttam. Most ment itt a híradóban a kép beszámoló, hát nem tudom mi van a világban, kezdek hinni a harpban, na, vagy akármi, nem tudom mit csinálja. De, már jó, hát most valamire fogni kell, figyelj, azt mondták, hogy ilyet ők még nem láttak. Pedig azért ott szokott fújni ilyen bora, meg a mit tudom én. Ezt most nem olvastam, ez most volt valamikor, igen? Most tegnap a hajókat. Ugyanaz a kép, mint a pont a Jani mondta a Forrest Gumpot, hogy ebben a viharban csak ugye Forrest Gump meg a kapitány, vagy az ezeredes ment kihajózni. Hadnagy. Bocsánat, ne haragudj. Hadnagy, ez a kis féllábú barátja. Igen, és ugyanúgy kitéve a partra a hajók, és embertelen. Nagyon kemény volt. Ezt nem hallottam. Így van. Ki kell futni, mert aki a parton marad, nem fog rákászni. Azt biztos, ki kell szaladni, igen. Ki kell futni. Már tegnap este óta egy helyben áll a vonat a Hermina úton a Közlekedési Múzeum megállónál. Ez szellemes, köszönjük szépen. Azt mondja valami doki, hogy egy elromlott fluxus kondenzátor azok. A késés biztos sok lesz. Kacsa Balázs küldte ezt nekünk. Aztán minden második hétvégén elutazom Budapestről Nyíradonyba. Már előre stresszelek, volt rá példa, hogy 15:59-es indulással 22:30-ra értem be a kökire. Tehát egy délután 4 órás indulás, este fél 11-kor Budapest Nyíradony. Meleg, nem? Nagyon kemény. Hello, a Mávstart honlapján van egy térkép, amelyen a vonatokban lévő GPS mutatja, így a késés is ki van írva. Hát ez milyen megnyugtató. Legalább ezt fejlesztik. Ez tök jó, igen. Tétényliget Érda alsó között 6 vonat várja a felújított biztosító berendezésének a megjavítását. Inkább busszal menjetek. Tehát állnak sorban egymás után a vonatok. Trafi a Bocskai kert Debrecen felüli végén, ezt Feri üzente nekünk. Valamint egy kósza SMS, hogy Feri kimondta az igent. Nem. Nem. Általában úgy van egyébként, onnan tudjuk, hogy valamelyikünk kimondta vagy nem, hogy akkor egy olyan, nem egy darab SMS jön, csak úgy megérkezve 118 tájékába, hanem megjön a 600, abból 400 az, hogy dögöljetek meg csalók. Nem vettétek észre, elcsaljátok a játékot, rohadékok. Most tekertem el, nem jövök többet vissza, már 10 perc jön az SMS-hez, a témához a hozzászólás ugyanarról az SMS számról, igen, tehát azt nagyon szoktuk szeretni. De ha egy ilyen kósza SMS van, nem, de mindig visszahallgatjuk. Bármilyen gyanú merül fel, de most nem mondtak ki, úgyhogy nem volt. Egy szép játék volt, csak nem sikeres. Igen. Nagyon szeretem ezt a számot, megkönnyeztem a hallatán. Mindig a vogavadászat élményeit eleveníti fel bennem, Kismittyú. Milyen számunk ment? Az ACDC-nek a dala, amiből ők annak idején csináltak egy ilyen vogavadászat indulót. És akkor mindig ez ment, amikor mentek vadászni a vogát. Előtte ez volt a hívódal. Ez volt a hívódaluk? Igen. Igen? Most már én is át tudom érezni ezt a dolgot, mert elkezdtem érzelmileg kötődni Lajoshoz. A mi Lajosunkhoz? Igen. Lajos jó. Sokat hoz egyébként a személyes kontaktus ezeken a kapcsolatokon. Hát szerintem mindkét irányba, tehát ő is mást gondolt rólunk, mert a bulvár sajtóban megjelentettekkel ellentétben azért ő barom jól érezte magát, csak ugye ezt a sajtót nem érdekli, és mondott egy félmondatot, abból meg 3 hétig élt a bulvár sajtó, hogy a Lajost mennyire bántottuk, mennyire rossz volt neki, közben 3-szor visszajött, tehát annyira nem lehetett rossz. De jó arca Lajos egyébként. Jó, kifejezetten érdemes egyébként a hozzánk fűződő viszonyáról többet megtudni, mondjuk a Facebook oldaláról. Az ő Facebook oldaláról. Mert ott ő posztolgat, és nem újságíró. Na mindegy, megvárom, amíg bekelem a kezed. Hat kell. Most nem. Én nagyon toleráns vagyok tőlem. Ehettek, ihattok, feldobhatjátok a lábatokat, vezethettek farpofával műsort, ezt a 16 perces kézkenést, ezt egész nem, ezt nem. Van egy kis száraz fal. Tudod, hogy az én inger küszöböm azért nagyon alacsony, nem nagyon magas. Nekem is bármit. Nem szeretem, hogyha itt az oldalán is marad krém, mert utána így ez itt megkeményedik, és sokkal nehezebb szétkenni. Tőlem süteményt tehetsz, szamócalekvára, bármit, de ez a neurotikus kézkenés itt negyed órán keresztül, ez ettől megőrülök. Gyűrűs, kis. Csinálsz olyan bajtad, akkor belevágod. Másik kéz. A mutató középső gyűrűs, kis. Nem nézek addig önön, szóljál meg vagy. Mert azt így fogom egyébként, nézd meg, figyelj. Körmödet leápolod ilyenkor? Az ujjaim vége, tehát ott alól az új lenyomat van, de nem egy picit a köröm alatt. Na, az egy ilyen sarkalatos pont, azt mindig külön szoktam egyébként így. Aha, de jó csinál. Úgy, tehát a hüvelykkel a végig az összes új véget bedörzsölöd. És nem akarom nézni. Sokkal jobb így. És engem bántatok mindig, hogy én milyen metroszexuális vagyok, meg a hajvasalom, amit mióta levágattam. Nekem csak a kezem metroszexuális. Konkrétan nem volt a kezembe, meg hogy mennyi mindent használok. Szóval itt soha nincsen semmi. Minden órás, negyedórás kézkenés 1 méterről, ettől a falra tudok mászni. Na, meg vagyok. De most gyors voltál, mert most szóltam, ez még egészen félig tartott volna egyébként. Kapottam. Hány olyan ember van, aki tőle 1 méterre el kell, hogy viselje a kollégája szörnyű mindennapi szokásait, nem? Gondoljatok bele, hogy mi csak 4 órára vagyunk összezárva. Hát de amikor vagyunk mi Ferivel, ugye? Meg én veletek, azért nekem se könnyű, higgyétek el. De hogyha valaki 8 órában ül mondjuk ennyire a másiktól, bizony, és van valami idegesítő szokás. Valami jó kis irodában, ahol ott azért nem nagyon tudsz választani, meg nem tudsz kimenni, meg van határozva az ebédidő, meg tudod, hogy mitől fél órára tudsz tőle elszakadni, de egyébként ott ül veled szemben minden reggel. Szerintem már úgy vagy, már mész be, és már tudod, hogy idegesíteni fog, nem? Tudod, hogy idegesíteni fog, ahogy reggelizik, tudod, hogy idegesíteni fog, ahogy csámcsog. Tehát én attól például meg tudok örülni, ha valaki szürcsöl. A hidegráz. Meleg a tea. De kevés dolog van. Várjon vele! Akkor fogja meg, tehát amikor valaki úgy eszi a levest, hogy szürcsöl. És nem tudom megmondani, hogy egyébként miért, mert hogy azok a dolgok, amik ilyen más emberekben néha idegesítenek, nem tudod az okát, nem? Mert van, aki totális a hideg, egyáltalán nem zavar, valaki csámcsok például, nem zavar. De ha valaki úgy eszi a levest, hogy belemeríti a kanalat, oda teszi a kanál hegyét a szájához, és kiszürcsöli belőle, és a borsónál látom, hogy kicsit így megakad a borsót, ott szív egy nagyobbat, és a borsó is eltűnik a szájába, akkor képes vagyok arrébb ülni. Tehát azt egész egyszerűen nem bírom. Nem tudom elviselni. Nagyon korán kiszúrta már, hogy engem marhára idegesít, hogyha ő így sóhajtozik, meg így picit túljátsz, hogy mennyire finom a leves, és onnantól kezdve folyamatosan ezt tolta. Nézett engem, és anyád, de jó csinálja ezt. És közben nézett. És persze nem lehetett röhögés nélkül kívülni, tehát hogy ezért rögtön elkezdtem most, tudod így, ne létsz, nem áll, ne. Persze finom a leves, igen, jó, de ennyire nem lehet jó, ennyire nem lehet finom, ennyire nem lehet mindig megtapsolni egy tál újházi tyúkús leves. De hogy így mi? Mindig nagyon örült. Kell hangja legyen, hogy idegesítsen? Vagy van olyan is, ami nem... Nem, engem az is idegesít rettetesen, valaki büdös a kollégák közül. Hát az mondjuk megértem. Tehát, hogy olyan szinten nem tudom ezt értelmezni. Sok embert nem zavarra. Valakinek szerintem, ha érzékenyebb az orra, akkor sokkal jobban irritálják szagok. Hogy mi volt a kérdés, hogy kell? Hogy kell, hogy hangja legyen? Az idegesítő dolognak? Például, szerintem tulajdonság is lehet, amit a kollégát csinál. Nekem volt egy kolléganőm, egy régi kolléganőm, aki azt csinálta, nagyon hosszú haja volt, hogy állandóan a mutató meg a középső ujja közé becsavarta a haját. És így csavar, de egész nap csavart. És nem tudod, hogy miért, mert például engem ezt idegen hagynod. Te meg megőrülsz tőle, nem? Azaz. Jani meg egy szexista dolgot lengelmet. Jó, ez cuki, de hogy egész nap csavar. Főleg, ha néz is közben. Az nem ja, igen, és nyalogatja a száját, és azt mondja, Jani, megint veled álmodtál. Kicsit túlgondolod ezt a dolgot, igen. Szóval, hogy csavargatta a haját. Igen, de nem volt hangja, meg hát tulajdonképpen, hogy miért ne csavar, de 8 órán keresztül is. És nem tudod megmondani. Engem az is idegesít, ha például olyanokkal dolgozom együtt, hogy megyünk valóban a folyosón, és valaki csoszog. Felnőtt ember, emeld már meg a lábad. És tudod, azt hallom, amikor én így, és ilyen slamposan így, vagy nyár van, és akkor megyünk a papucsba, és így húzza a papucsát, vagy így ez a... És rettenetesen csoszog. Hát mondom, ember, 40 éves, nem tudod megemelni. Érted? Rengeteg ilyen apróság van. És már készülsz előre rá, hogyha bemész... Ha nagyon irritál, akkor... Megint azt fogja csinálni. És ha nem csinálja, akkor lecseszed. Na mi van, nem csoszogsz? Igen, nagyon-nagyon sok ilyek van. Titeket még mi az, ami még tud zavarni, vagy idegesíteni? Most a kollégában, tehát nem mint tulajdonság, hogyha valaki nem tudom ilyen, aha, hanem hogyha mit csinál. A csámcsogás. Na, hát például téged irritál a csámcsogás? Igen. Igen? Mert ez a... Léci, tehát, hogy így csukott szájjal is lehet enni, akkor az elég sokat tompít rajta, meg olyan... Tehát olyan a csámcsogás sok embert irritál így a kollégák közül, hogy ilyen közös ebédeken, igen. Érdekes, az engem nem. Tehát, hogy azért, mert én csámcsogok, és akkor azért nem? Aha. Szerintem igen, mert nem hallod a többiek csámcsogását, hiszen annyira csámcsogsz. Tehát annyira erős a szájzaja a számban, hogy egyszerűen elnyomja a csámcsogásom a többi. Mi szoktunk nagyon sokat együtteni, csámcsogok? Igen, hát egy picit igen. Na, és akkor most már az előbb mondta is, hogy ez zavarja. De miért nem szóltál eddig soha, hogy Bali? Tegyél már egy kis kenyeret a szádba, hogy legalább felszívja a nyálat, vagy miért nem szóltál, hogy ott azért, van egy kis... mert alapvetően egyébként nem szokott zavarni, hiszen elnyomja a szűrcsögésen. Igen, és alapjában azért nem szoktál szólni, mert annyira csosszogok, hogy nem hallod. Tényleg csámcsogok kicsit? Szoktál. Ezt még soha nem mondta. De nem, már volt egy barátom, aki szintén mondta. Mikor az össze-vissza zabálásod, az viszont, az, na, de az, de tényleg. Tehát, hogy átnyúlok ide, van olyan, hogy el kell fordulnom az asztalnál. Tehát amikor például bemondjuk értekezleten, és felhozzák a kaját, tehát valakit megkérünk, hogy hozzon fel az ebédlőből a kaját, és azt látod, hogy előbeszi meg a desszertet, aztán észreveszi, hogy ott van egy kis sós is, abba is beleszik egy kicsit, aztán észreveszi, hogy még maradt egy kicsit a sütiből, akkor eszik egy kicsit a sütitből. Hiszen az ízlelőbimbók megteszed a sós, és az édes, a sósat teszel, és az édeset, és ezt váltogatod, akkor felerősödnek az ízek. Próbáld ki. Te eszel egy kis édeset, utána egy sósat, sokkal intenzívebben érzed a sósat, majd utána aha, megint az édeset. No. Ja. Ezt most komolyan mondom. Te megzavarod az ízlelőbimbókat. De érted, hogy csak is branéval indít, utána egy kis csirkecomb, és tudod, és így. Miért kínaiak egyik is a végén a másik a levest? Így van. Hát, igen. A kínaiak a végén eszik a levest. Igen, ez nagyon egészséges. Nem váltva, de... Balázs úgy eszik, mint hogy az éhen halás szélén áll, tudod, mint amikor ötjek ledobtak egy konténerben néni kaját a izének. Nekem teher az evés. Igen? Nem szeretek enni. Egy teljesen fölösleges, időrabló tevékenység. Tehát nem elégít ki, mint a legtöbb embert. Hogy, tehát a Jani 10 órakor már nem reggelizik, és délig arról beszél, hogy mit fog enni, és belépünk az RTL-nek az éttermébe, Jani kivirul, és csillogó szemmel választja azokat az egyébként nagyon finom, de számomra teljesen jellemtéktelen ételeket. És kivirul, és jön, és nézi, és kérdez, és oda, és az mi, és akkor fél órát meséltet úgy a padlizsáról, hogy mögötte egyébként 40-en állnak sorba, hogy menj már, ez milyen padlizsá, és ez hogy készült, és az ott mi, és végigkérdezi az összeset, tudod, valamint együnk gyorsan, legyünk túl rajta, tehát nekem teher, semmiféle élmény nem okoz. Nem jó leülni egy terített asztal közös. Vannak olyan dolgok, amik jobban, tehát, hogy szeretek enni, de tökre ellenik, ha valaki azt mondja, hogy itt van egy bogyó, azt most edd meg, és ezzel jól laksz, nekem ez teljesen jó lenne. Ízek hiányoznának. Jó, nyilván biztos, persze, meg néha, amikor hazamész otthon, anyukád, vagy anyósod, bárki főz, az jó dolog, de számomra kevésbé központi dolog, mint a Jani. Tehát Janinál mondom, hogy 10-kor reggelizünk, már mondom, dehogy is, mindjárt ebéd. Hülye vagy, 3-10 van, mi az, hogy mindjárt ebéd? 1:30-kor fogunk enni, hát az arra imára készülök. Rendesen reggelizik. Nekem nagyon fontos, én kevés kiábrándítóbb dolgot tudok, mint egy elszúrt ebéd, vagy egy elszúrt étkezés, amikor rossz akar. Tehát amikor azt tudod, hogy igazából nem az, hogy nem elég bonyi, meg nem elég gurma, meg nem tudom, tehát hogy nem azért, hanem hogy rosszul van elkészítve az étel. És azért lehet egy sima tökfőzelék is megesz, és így, Istenem, borzasztó. És most hál' Istennek, mondjuk így nyerőszériánk van bent, mert hogy jó, most jó. Egyébként tényleg jó. Igen. Na nézzük egy-két SMS-t, hogy milyen emberek kikkel dolgoznak együtt. Ugye itt a kézkenegetésből elindultunk, hogy az ember 6-8 órát együtt van a kollégájával, biztos van valami, amitől meg tud örülni. Tehát, hogy ha hentes, ha zöldséges, ha irodai munkát csinál, bármi, mindenhol emberekkel vagyunk körülvéve, mindenhol vannak idegesítő szokásokkal ellátott kollégák. Én ismerek valakit, aki folyton szuszog, mintha aludna. Egyébként ezt ismerem, ezt a típust. Ül melletted egy méter, és... Nem az ember, hát az orsövényedre ráfér egy bozótvágás. Igen. Valamit csináljuk. Kifújt a szél a szemem. Igen. Az mi lehet ott? Fél, hogy megfullad? Vagy hogy elszívod elől a levegőt? Vagy ott mi történik? De ismerem, tudom melyik típus, igen. Azt nem írják a nyál gömböcskét a két ajak között. Arról nem tehetnek egyébként. Szerintem az nem rossz szokás, az csak egy zavar, hogy nem nyered le a nyáladat, nem? Ide kiül, beszél és kiül. Hát Alexába ki buborékot is fújt. Volt olyan kollégám, aki annyira nem tudta lenyelni a nyálát, hogy minden egyes B betűnél fújta a buborékot. És az csapódik. Az nagyon kemény tud lenni, igen. Én a nyálhúrtól vagyok egy kicsit ki. Ismeritek azt a típust, aki elkezd beszélni, és utána megjelenik az alsó-felső elkak között, de nem buborék, hanem nyálhúr. Van nyálhúr, igen, de az inkább azért olyan tulajdonság, ami nem idegesítő, arról nem, tehát nem tehetsz, hát nem olyan, mint a csáncsoks, meg a csoszok, meg a nem tudom, hanem egyszerűen nem tudod lenyelni a nyálad, nem? Hát de mi az, hogy nem tudod lenyelni? Hát, hogy mit tudom én, ha nem tudom, mit rákod a körmödet, akkor azért azt tudatosan csinálta. Ha valaki beszélő, és közül nyálhúr van a szájában, hát azért az nyilván nem ő a nagy nyálhúr húzó ember, aki arra edz, hogy minél nagyobb nyálhúrok legyenek a szájában, tehát effektíven nem direkt csinálja. Ha mondod neki, figyelj, nyelj már egyet. Nyelj már egyet, mert jó, legyünk őszintén, az emberek 85%-a nem mondja. Tehát nem szólsz rá senkire, hogy nyelj már egyet, nem? Nem szólsz az orra olyan, hogy haver, valami pici van, picit, nem nézel oda, beszélgetsz vele, de hát nem szólunk. Úgyis oda nézel, hát oda vonzza a szemben. Anna, mire jöttél végre? Engem, ha tudod, mi idegesített? A kéztördelés, mikor valaki így lazítja ki az izületét, és roppan egyet az ujja. Na, hát én ezt például naponta megcsinálom a fiúk előtt, és egyáltalán nem idegesítő. Baromira nem. Igen? Jaj, nem. Olyan szinten, mint amikor a táblán húzza valaki a körmét. Ne csináld ezt, nem. Én annyira, olyan rosszul vagyok tőle, és ismerősöm gyakran így megáll, velem szembe beszélgetünk, és közben így lazítja ki az izületét, és minden ujját így módszeresen. Hát hamar szeretne elválni tőled, valószínűleg így. Igen, kiszúrta már. Nem biztos, hogy kiszúrta, ő ezt csinálja szerintem. Jézus. Igen, most elküldöm az Annát. De tényleg, az nagyon durva szerintem. Na nézzük akkor, hogy mit írek a hallgatók. Nekem a főnököm piszkálta naphosszat az órát, én előtte ültem, mert ott teszteltem, így egy hallgató. Az én kollégám percenként vakargatja a zsákot nagy terpezben. Jól lenne tudni, mit csinálnak egyébként. Az én kollégám csámcsok, szürcsög, és mindig ugyanazt eszi. Ki tudnám nyírni? Írja egy hallgató. Azért az milyen, amikor minden nap ugyanazt megeszi? Borsófőző. És bekéri. Bekéri. Anyunak a fogához koccan mindig a villa. Ő ugye nem kolléga, de megőrít, írja Judit. És úgy húzza le a falatot is, hogy mögé harap, és végig húzza a villát a fogán. Igen, az is kemény. Az én kolléganőm egész nap a szájáról fejtegeti le a bőrt. Üdv Zsuzsa. Van egy középkori kolléginám, aki minden egyes reggel befújja magát egy citromos légfrissítővel, vagyis ahhoz hasonló sprével, és ezzel nyomja el a testszagát. Mindenki megfullad mellette. Balé 8 órában vagyok kénytelen elviselni a kolléganőmet. Hümmög kaja közben, kaparja a joghurtos poharad, amíg van benne egy pötnyi joghurt, és nagyon hangosan beszél. Egyébként ez te vagy megint, de jó, hogy írják. A joghurtos pohár? Ez az utolsó cseppet is kikaparom a pohárból, és még ha kaparom, és ott egy pici, de látlak magam előtt konkrétan, amikor eszel valami joghurt, csokikrém, bármi, lekvár, és akkor kézzel, akkor még a villa egyik hegyével, akkor még egy fogpiszkáló jobbra húz, balra húz, teteje összehajtogat, joghurtos doboz összenyom, különszed, kidob. És így ülök ott. Nem szeretek ételt, tudom, és környezetudatos vagyok. Ki van fizetve? Az utolsó grammig. De ez igen, ez erről szól, de szerintem nem, csak egyszerűen ez is egyfajta ilyen, nem tudom, kényszeresség, nem? Mert normálisan, mert megeszed a joghurtot, kettőt húzol rajta, érzed, hogy nem jön tobb, kidobod, nem? Ne gondold, hogy ez nem lesz levágva. Már micsoda, hogy le lesz vágva. Ne gondold, hogy nem lesz levágva. Te is egyértelmű, hogy le lesz vágva. Ez le lesz vágva? Mert tudod, mennyi benne marad, mikor már csak... Persze, gazdaságtalan. Le kell vágni. Az szerintem, az viszont nem baj. Tehát, hogyha a kézkrémnek a tetejét levágod, abban még sok simán van. Mindent hát kiszedek belőle. A joghurtos pohár nem jön? Hát ugyanez. A 10 percig a joghurtos poharat kaparom, amikor már nem jön belőle semmi, ez nem ugyanaz, mint hogy a kézkrémből még kinyered a maradékot. Tehát azért ezt megértem, hogy ezt levágod. Persze. Ez jó. Nagyon sok van benne. Hagyd abba, Feri, hagyd abba. És valamelyik nap is kaptunk ajándékba egy rakás jó minőségű kézkrémet, és mindenki azóta keneget. Jó, de jó illata van. Na most már be kéne kézkrémet. Milyen jó. Nagyon jó. Jó, már úgy értettem, nem az enyémből. Van itt még. Kézkrém, így vagy. Ma le fogok ülni melléd reggelizni, vagy ebédelni, jó. És olyan leszek, mint úgy fogok csámcsogni. Oda csöppen? Egy kicsi a laptopra kicsöppen. Nem, de a két betű közé, tehát be tud folyni az alaplapra. A G, a H és a B betű közé becsöppent egy kevés. Az egyik kolléganőm konkrétan szopja az ujját. Júj. Ott is van valami elfojtás. Mi? Igen, ott valami kimaradt. Mi nincs rendben. Én attól kapok idegroncsot, amikor a másik a fogával húzza le az ételt a kanálról, vagy a villáról. Az is nagyon-nagyon kemény lehet egyébként. Azt a típust ismerjétek, aki nem hiszi el, hogy elvágta már a rántott húst? Van ilyen kollégánk, hogy sikerült? Van ilyen kollégánk? Metéli, és akkor már így tudod, hogy figyelj, már a tányérnak a felénél tartasz, mindjárt átvágod, bakker. És még mindig. És akkor elvágta. És utána a következő falatnál meg megint elkezdi, és komolyan, mint hogyha nem tudom, mit kéne szétvágnia. De mitől fél, vagy mit érez, vagy mire gondol? Nem, hogy biztosra akar menni. Szerintem ott az van, hogy van benne egy kis frusztráltság, hogy adott esetben úgy kell majd felemeli a húst, és akkor jön vele az egész. És magára és akkor majd elkezd magára rántja, meg rágnia kell, mert hogy ez nem, ő szétvágja, és minden egyes falatot fecnikre írdal. És látod, már szemeden előtt látod azt, hogy így forgácsolódik szana széjjel a porcelán. Borzasztó. A kolléganőm úgy rágozik kiérőzve, mint egy kecske nyitott szájjal. Én olykor elméleteket gyártok, hogy fogom kinyírni. És durrogtat is? Azt nem írja. Azt nem írja, igen. Van, aki írja, hogy a mániákus durrogtatókat is meg tudná ölni. A női körömrágással mi van? Kérdezi Balázs. Azt mondja, engem egyáltalán nem zavar, hogy nő rágja a körömöt. Nem szép látvány, de nem irritál. Nem? Hát ez egész nem. De várjál, máshogy undorító, meg máshogy irritál, de nem szép. Aha. De zavar? Tehát meg tudsz tőle bolondulni? Ja, meg még annak nincs nagy hangja. Bár ahogy lepattan a körömről, a két fog csak össze, azért lehet hallani. Igen, én egyedül dolgozom, egész nap szellentek, meg tudok őrülni magamtól, írja Csaba. Na, az a ciki. A volt osztálytársam az orrából fújt lufit, és utána felnyúlt a nyelvével, és kipukkasztotta. Nem akarom tudni, hogy mi volt az anyag, amivel fújta. Azért az is szép, igen. Na jól van, köszönjük az SMS-eket. Senkinek nem könnyű akkor, nem csak nekünk itt elviselni néha egymást a 10 perces kézkenegetés meg a nem tudom csámcsogás mellett. 7:30 pontosan 1 perccel Owen bácsira és Beru nénire lehet jelentkezni egy jó kis ajándékcsomagért, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:80 pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtök van, folyamatosan melegedik az idő, azt olvastam, hogy hát a tavasz nem is, de 8-10 fok lesz. Ez koratavasznak jó. Koratavasznak jó, egyébként így november közepén ez tökéletes. Szombaton 12-13 fok is lehet. Napsütés, egy-két kötfolt, meg néhány helyen kis eső vagy esőcske, de semmi komoly. Figyeljétek meg, barátim, hogy minden átmenet nélkül fog bedurrani megint a tél. Az biztos, igen. Ez így lesz. Meleg, és ez csak leszakad a hó, és ez a -10 fok. Most kezdenek járni a vonatok a Győri vonalon 2 óra után. Gratulálunk a MÁV-nak, írja egy hallgató. Székesfehérvár Budapest déli vasútvonalon 30-60 perces késésekre kell számolni, biztosító berendezés hibája miatt. 5:30-kor indultam Kápolnásnyékről, és még nem értem Pestre. 8 óra lesz. Gyerekek, 8 óra lesz. 5:30-kor indultam Kápolnásnyékről. A nagyjából az a menetidő az egy fél óra 45 perc lehet maximum. Hát Kápolnásnyék, Velenceitó Kápolnásnyék. Mondjunk egy 45 percet rá. Azért az 5:30-tól 8-ig, 6:30, az 2,5 óra. És még nincs bent? És még nincs bent. Áll a sóstói úgy Nyíregyháza felé. Nem vagyok helybéli, ez normális? Kérdezi Dani. És baleseti helyszínél is miatt torlódik a Gyömrői út, Kőbánya Kispest felől a Kőér utcai vasúti átjáróig. Ott volt a csat, ezt pedig Majti üzente nekünk. Na, egy nagyon helyes kis edzőnyilatkozatot szúrtam itt ki az Ákos hírei között. Én nem tudom hova tenni, minden esetre nagyon jó. Azt mondja, Nagybátony menedzsere, és lehet, hogy ő egyébként Nagybátony edzője is. Futballról van szó, gondolom én, hiszen gólokat említ. Ha leszoktatom a drogról és az alkoholról, nálunk fogja ontani a gólokat. Mondta Orosz István, a Nagybátony menedzsere, aki a maffiával is elbánt, és most egy filmszínésszel dobja fel a csapatát. Figyelj, ez nagyon jó. Ez MB3 lehet? MB2? Nem tudom. A Nagybátony SC? Nagybátony SC, igen. Ő most a Kecskemétről Paksra igazoló edző, és... Igen, nem. Nem, neki egy előző nyilatkozata volt, hogy aki Kecskemétről Paksra igazolt, ő azt mondta, hogy örülök, hogy az utolsó meccs olyan volt, mint a jó szex. Húztuk, ameddig lehetett, aztán gyönyörűségesen sikeredett a befejezés. Ugye ezt mondta egyébként a Kecskemétről Paksra igazoló edző, Horváth Ferenc, de úgy látszik, hogy ezek az edzői nyilatkozatok, ezek nagyon mennek. Ezt mondta, ha leszoktatom a drogról és az alkoholról, ontani fogja a gólokat. Szenzációs, nem? Van ez a klubmenedzser egyébként. Óriási. Egy nyilatkozat király. De kik vannak eddig a csapatban? Vagy hogy áll össze vajon a csapat, hogy szükség van egy drogosra? Hát, itt a tehetség a lényeg. Meg hát ugye van közben meg egy nagyon szép, hogy is mondjam, csak egy nagyon szép cél is még pluszban, hogy le kell szoktatni ugye a szenvedélybetegségekről. Azt mondta, hogy egyébként már elbántam a fiával is, és el fogja érni, hogy ne csak négyen járjanak el edzésre. Igen, az utóbbik azt például én elhiszem, az előbbi az nyilván miféle maffia, nyilván a zöldséges maffia, vagy ne, hát a foci maffia. Biztos van ott fogadási család, hogy bármi nem tudom, igen, ki tudja. A szakember állítólag ígéretes alkut tett a megye egyik legjobb csatárának, azt mondta, leszoktatlak a drogról és az alkoholról, és nálunk fogod ontani a gólokat. Hát mekkora sztori, nem? Orosz István, aki egyébként ezt mondta, teljesen új csapatot ígér tavaszra, immáron józan csatárokkal, filmszínész focistával és szorgalmas edzésekkel. Óriási. Tehát eddig hogy azért van jövője a magyar futballnak. Eddig ittasan fotbaloztak a Bátony terenyei focisták, akkor ez is kiderül, és hogy van egy rejtett jó csatár, ez egy érdekes dolog a megyében, csak ugye lecsúszott egy kicsit. Tehát ha őt ebből kirántod, akkor ő lehet a megye legjobbja. Most a kérdés az, hogy egy korábbi felvételek alapján gondolja őt nagyon jó csatárnak, vagy mostanában látta be alkoholos vagy esetleg drogos befolyás alatt játszani. Jó a kérdés. Ha leszoktatja a cuccról, és ez a kiismerhetetlenség eltűnik a játékából, akkor még mindig olyan jó lesz, még mindig olyan izgalmas játékos lesz. Mert tudod, hogy a részeg ember például csak úgy esik, hogy nem lesz baja. Igen, nagyon ritka. Tehát lehet, hogy ő így jó, hogy drogozik és iszik. De azért ez jó kérdés, hogy honnan tudja, hogy drogos. Azt mondta még, nehéz munka lesz, de ez miért ne sikerülne? Itt a helye Kovács Daninak, Tóth Márknak és Julio barátomnak is, aki most filmszínész, de kiváló labdarúgó. Garantálom tavasszal egy más csapatot láthatnak. Hol játszik Julio? Hát gyerekek, nem szenzációs? Hol lehet Julio, tényleg? Keressünk már, Jani, keres már rá. Julio filmszínész. Megnézem az IMDb-n. Az IMDb-n nézem. Julio filmszínész. Nyilván Julio, aki most... hát ilyen Julio Iglesias már megvan. Kovács Dani, Tóth Márk és Julio barát. Ha. Így áll össze a csapat, négyen látogatják az edzést. De a foci az nem kell kicsit többen, nem sokkal, csak egy ilyen háromszorosa. Ugye, hogy tehát hogy az úgy, mint a többen lennének a pályán. Azért gondold el tényleg, amikor ott vagy edzésen, és azt mondod, hogy jött egy. Neki még nem tudod azt mondani, hogy bemelegítés 10 perc fogócska, nem? Tehát egyedül ez még azért nehezen megy. Igen, most gyakoroljuk a védést, de főnök egyedül vagyok. Jön kettő. Ja, már kezdesz reménykedni, megjönnek négyen, és nem nyílik az ajtó, ha zárt helyen focisztok, nem jön senki. És ott állsz edzőként négy emberrel. Márkkal, Danival és Julio baráttal, aki kiváló filmszínész, és emellett most már labdarúgó is lesz. Illetve nem tudom, hogy Julio az, aki a színész, aki drogos. Igen. Hát igen? Ő a színész, aki egyébként kiváló labdarúgó. És vajon ő mennyiben Julio? Ez lehet, hogy csak egy becenőnála, vagy pedig a művész neve, vagy az igazi neve? Szerintem ez a művész neve, hogy Julio. Amikor az alap nagybátonyiak azt mondják, hogy mester, kit igazolunk? Julio Cezár. A Queens-Park-Rangerből. Nem, horvát Juliót. A Mátra 3. És a drogos az lehet, hogy azért is jó, mert összekeverték ezzel a drogba gyerekkel. Ja. De tényleg. Csak tudál drogba. De ő előbb volt jó futballista, vagy előbb volt jó színész? Vagy színészkedett is észrevették, hogy ért a focihoz, és aztán lement focizni egy kicsit? Hát vagy a színészkedést mondjuk így ők úgy értelmezik, hogy sok 11-es tud majd 16-oson belüli elesésekért. Egyébként azért Julio úgy feldobja magát a 16-oson belül. De milyen jó lesz ez a nagybátonyi csapat, nem? Hát ezek egyszer összeállnak. Még a maradék 7 emberre kíváncsiak, hogy ők honnan jönnek majd a 4-hez. Bárhonnan, hát a mester úgyis bármilyen ízéből, bármilyen széndarabból gyémántot csiszol. Figyeljetek, most ha mi vagyunk hárman. Szólunk a Tibinek. Vagyunk négyen. Nem hívjuk ki őket 2-2-ben Nagybátonyt, és nem játszunk velük egy meccset. Nem, rommá vernek minket. Én fociztam elég sokáig kis pályán. Azért. Én a kaput vállalom. Ha még valaki be tudja védeni a kaput, és van valaki, aki nagyjából tud passzolni, akkor megvegyünk. Én egészen sokáig kis pályán játszottam. Egy 4-4-es kis pálya, tényleg? Régen nem focizom, már inkább teniszezem, de nem hívjuk ki Nagybátonyt egy meccsre. Lemegyünk négyen. Ők is négyen, ott van Julio, ott van Márk, ott van Kovács Dani, és Julio, és levisszük a Tibit, és lemegyünk, és kihívjuk megaláznak szerintem. De most csak mindegy, játszunk egyet Nagybátonya ellen. Egy Morning Show Nagybátony. Hívjuk már ki őket. Menjünk le a jövő héten, van ott egy terem, valami, egy tornaterem, játszunk egy 4-est. 3+1-ben. Egy a kapuba, 3+1 az egy, ezt jelenti. Egy a kapu, 3 kint. Nagyon de a kapus is kijöhet, kis kapu. Jó legyen. Szigorú kis kapu. Jó. De nem én majd bántani. Jó, de ahogy nincs edzés. Ahogy én focizok, úgy ugye? Nem focizik senki. Jó, akkor hívok még egy embert, aki tud focizni. Nem kell. Jó? Ne, a Kassa Tibi legyen. Ne, akkor legalább egy ember legyen. Elhívom egy barátomat. Jó, aki tud focizni. A Détári Lőrinci elhívom. Kicsoda? A Détárit. Ez tök jó lenne. Détári, Vadon, Sebestyén, Rákóczi. De mi van, ott megjelenik a nagybátony mafiát? Azzal nem jár. Bár már az edző elbánt a mafiával. Elbánt. Hívjuk már ki őket focizni, menjünk már le egy napot, vagy egy órát lemegyünk. Nagybátony, focizunk egy órát, visszajövünk. Kapunk Juliótól 6 gólt, megsemmisítenek minket, játszunk velük egyet. Hát 4-en vannak, most nekik is jól jön az edzőmest, hát ők még ketten-ketten nem tudsz játszani kispályán. Na, és te lehetnél Vadon 2. Figyelj, elhívom a dömét. Nem kell. Nem kell. Tibi tud valamennyire focizni? Kicsit is tud focizni? Nem, de színészkedni nagyon, és akkor ott is van egy színész, meg itt is. Majd hogy hátra vont Bekelesz, vagy én nem tudom. Mikor fociztatok utoljára? Hát 30 éve az. Jani? Hát szerintem, hogy 15. Volt az talán 3 labda érintésem. Nem áll! Jó, nem vagy ennyit vagyunk, így is jók vagyunk. Jó, menjünk le egy simán. Tengóban elég jó vagyok. Órában hívjuk ki Bátony Terenyét. Szerezünk hozzájuk számot. Ha van valaki, aki ismeri Edzőbát, vagy aki nyilatkozott, Orosz Istvánt, nagybátonyi Edzőbát, aki a Somoskőújfaluji vereség után nyilatkozott egyébként, csak mondom. Tehát, hogy nem akármilyen meccs lehet a nagybátonyi Somoskőújfalu, hogy lépjen már velünk kapcsolatba. Lemegyünk, hívjuk őket. Benne vagytok? Benne. Jó. Benne. És talán Felét is le tudja szoktatni a cigéről. A cigéről és a drogokról. Az igazi szakemberről van szó. Prevencióban nagyon ott van. Simán megcsinálhatnánk. Figyelj, 4 embernek edzeni szörnyű. Ha 2 osztod, az 2 ember. Az 1 van kint, 1 a kapuba, hát vagy 2-2, hát az, ha már kapnának még 4 embert, szerintem kifejezetten örülnének, hogy lenne egy jó edzésük. Lehet, hogy rommá vernek, de legalább játszanak 8. Ez már olyan, mint egy jó kis pályás foci. A 3+1, 3+1. Kicsit kevés, de az már nem rossz. Jó. Vagy mindig mutassatok meg az irányt, hogy melyik az ellenfél kapuja, és melyik a miénk. Mondjuk a miénket megismerem, mert a Feri áll benne. A kiskapu az, hogy ha befekszel a kiskapuba, akkor nem nagyon tudnak gólt lőni, de be kell feküdni konkrétan. Jó vagyok. Van ez a kiskapus mozdulat, a védés, hogy így behajlítod mind a 2 térdedet, egymás elé teszed a lábaidat, ha azt ott a Ferit oda befektetjük, oda soha. Ahol nem lehet mellettem gólt rúgni. Nem úgy, hát oldalt áll, tehát elfordítod a testedet, úgy, az egyik lábadat berakod a másik mögé, és úgy. És na, hát így, ez a kiskapu. Kézzel lehet védeni? Kézzel nem lehet védeni. Kiskapuban nincs kéz? Nincs. Csak lábbal lehet. Hát nem, hát próbálod a labdát elkerülni, ha jön. Tehát, hogy te majd úgy csináljuk, hogy nem lesz rajtad pólófer, és kiengeded a hasad. És akkor az leér a fűig és előre is. Most kapom az információt, Orosz István nyugdíjas rendőr szervezett bűnözés ellen ért el nagy eredményt. Nagyon helyes. Nagyon jó. Ezt nem tudtuk, akkor jogos a mondata, hogy a maffiát. De figyelj, ha van nekik színészük, mi nem visszük le a Nemcsák Karcsit, vagy valakit, hogy akkor nálunk is egy színész Julióval szemben, és akkor 3 focista, egy színész. Nem csak azt szerintem játszott a színész válogatott. Hát azt mondom, hogy pont ezért jutott eszembe, hogy ő játszott. Még vigyük le az eperjest. Nálunk a Karcsi vetődik majd, és mindenhol földobja magát, ott meg Julió vetődik a másik oldalon, nem? Nem rossz. A Rudolf Péteret egyébként levihetnénk. Rudolf focizik, azt nem tudom. Igen? Ő rendben van, és ráadásul jó fej is. Ha vagy leviszünk egy hallgatót, az is jó, 3+1-be. Fölmérjük Tibit, hogy mennyire tud focizni. Na jó, játszunk egy Óven bácsit, aztán ezt még kitaláljuk. Már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Hello, hajni! Igen. Hajni, honnan hívsz minket? Monorról. Monorról, mit csinálsz? Hát egy kis műhelybe szerelek. Szerelsz egy műhelybe? Igen, mit szerelsz? Igen. Ilyen csapbetéteket, a karoscsapoknak a betétjét, a belső részét. Hát akkor jól jön az ajándékcsomag, abban van sapka, és akkor tudod hordani. Ott a nagy hidegben. Hideg van? Szereléskor. Igen, ne hújjon bele a csapba a hajad. Így van, felfogja a hajadat. Na mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi, Berun néni, figyelj. Oké. Ó, hát répát ropogtatnak. Répa. Elég száraz répa lehet. Elég száraz répa, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Oké. Ó, hát ez nagyon könnyű. Magyar? Igen, azaz. Csók király. Az bizony, Csók király. Jó, de jó. Egy jó kis Hungária. Igen. Nagyon sokan vagytok ott. Igen, sokan vagyunk. Hajni, megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Köszi. Jó munkát nektek. Köszi nektek is. Hello. Sziasztok. Hello. Nem sokára fenyőünnep, gyerekek, nem? Bizony. Ő mindig decemberben. Ő mindig robban. És ahogy hallottam, bukó már nem lesz. Kapott egy kis támogatást, igen. 2 perc múlva, 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 8 óra múlva 13 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Még mindig késnek a vonatok, úgyhogy kitartás. Elsősorban azoknak, akik ugye hát próbálnak bejutni Kápolnásnyék, ugye? Így. Kápolnásnyék környékéről, mert hogy van valami váltóhiba, és brutális késések vannak. Úgyhogy, hát igen, ott egyelőre türelmet kér a MÁV mindenkitől. Az az egész székesfehérvári vonalak. Igen. Az ugye onnan indul, szerintem. Igen. Hát 5:30-kor kellett volna indulni, és ugye 8 óra előtt még nem volt bent a vonat. Írtak nekünk hallgatóink. Ott most annyira nem vidám a hangulat valószínű. Trafi a 85-ösön az Ikrény táblánál egy fehér Seatból Csorna felé, üzeni Angéla. Budapest 10. kerület Gyömrőin baleset, motoros gázolás a gyógyszertárnál lévő sorompónál. Üzente nekünk valaki, a Róbert Károly körút az Árpád híd felé bedugult, és most kezdenek járni a vonatok a győri vonalom 2 óra után. 2 óra után. 5:30-kor indultam Kápolnásnyékről, még nem értem be, ez jött 3:48-kor, menetidő egyébként 45 perc. Laci üzente nekünk, és áll a Sostói út Nyíregyháza felé. Dani kérdezi, hogy mi a helyzet, ha valaki tudja, akkor küldje el nekünk. Na, itt egyébként mindenki futballászban ég. Igen, ez nagyképű, de jó, videó. Nagyon sok SMS jött. Julio brazil cserediák győzik éknél Salgótarjánban. Most lett kész Bátony terenyén a műfüves pálya. Várunk szeretettel, csak a hallgató nem írta alá. Szép napot! Az azért jó egyébként, mert aki megszokta például az igazi füvet, annak nagyon furcsa a műfű. Viszont én nem szoktam meg egyiket se, úgyhogy én előnyel indulok. Hogy bennünket engem nem tud összezavarni, és Ferit sem. Semmi. Igen, az edzői nyilatkozatról beszéltünk, ugye, hogy szenzációs. A Nagybátonyt terelgető szakember azt mondta, elbán már a maffiával is, el fogja érni, hogy ne csak 4-en járjanak el edzése. A szakember állítólag ígéretes alkut telt, hogy a megye egyik legjobb csatárának. Azt mondta, ha leszoktatja a drogról és az alkoholról, akkor jó játékos lesz, és nálunk fogja rúgni a gólokat. Ezt nyilatkozta ő. Új csapatot ígér, józan csatárokkal, filmszínész focistákkal, szorgalmas edzésekkel. Gyönyörű terv, és akkor mi ebbe integrálódnánk, mint ellenfél. Hogyha 4-en már megvannak, akkor mi pont tudunk egy 4-es csapatot kiállítani, viszont nekünk nincs edzőbánk, valaki kell. Nincs edzőbánk, hát, valaki kell, aki közvetít majd. Bizony, igen. Mert azért ők elég jók, most nézem tabellát, 13-ok utolsó előttiek. MB3? A Nemzeti Bajnokság 3, hát hátracsoport. Minket azért rommá fognak verni, tehát ebben szinte biztos vagyok, de ettől függetlenül azért. Fia, 30 gólt rúgtak, az nem véletlen, mondjuk 60-at kaptak, de hogy nem rossz azért az. Én se értem a helyi foci csapatot, egész télen becsülettel edzenek, majd a tavasz első meccsén megverik a bírót partjelzőstől, és egész szezonra eltiltják őket. Mik történhetnek ilyen kis falusi, meg megyei bajnokságokban, nem? Amikor hát, hogy élet-halál küzdelmek vannak. Érte? Ott biztos, hogy nagyobb a hangulat, mint bármilyen rangadon. Hát biztos, hogy kimész folyárosban. 32-en állnak a korlátra, támaszkodva szotyiznak. Sanyika! Mit csinál? Gyönyörű lehet. Ilyenek vannak, én imádom. Földetre! Ki mondta? Vigyetek le minket is a csapatotokba, mennénk ketten innen Salgótarjánból, Feri és Zsolti. a savmaróból írnak nekünk, hogy, hogy ők is játszanának velünk. Jó, de csak Feri 2 lehetsz. Ugye? Tényleg. Feri meg Zsolti. Feri 2. Igen. Igen, suliban is mindig kispadon voltam, mert akkor is csak azokat választottad a csapatodba, akik tudtak focizni, Balázs. Írja valaki. Viszont neked köszönhetően remek érzékem van a labdaszedéshez, írja egy hallgató, nem tudom, hogy ki. Ez egy régi sérelem, úgy hallom. Nem, ez azért jó egyébként, mert hogyha... ez egy nagyon régi sérelem lehet. Nyilván Balázs az a kategória volt, aki ilyen önjelölt, hogy hívják, csapatvezető, ő volt a csapatkapitány, és ha ő választott, már pedig nyilván jókat választottak, akkor egyrészt az ő pozíciója nem volt veszélyben, tehát, hogy már voltak körülötte olyanok, akik berúgták, 2, csapatkapitányként mindig ő vette át a serleget. Hát a választás az mindig arról szólt, hogy kiálltál választani. Kiállt az egyik csapatból, meg kiállt a csapatkapitány. És akkor ők ugye választottak. Amíg ugye téged nem választottál, rohadt nyomorultul érezted magad. Hát én általános iskában nagyon nem tudtam focizni, mindig a sor végére hagytak, meg birkozó edzésen is. Azt ne tudd meg. Akkor választom a Gábort. Választom a Józsit. És ott állsz, és fogynak a játékosok, és ott maradtok a végén ketten. Volt egy Csupi nevezetű birkózó társam, Csupival maradtunk mindig ketten, és minket sose választottak. Voltatok úgy, hogy nem választottak velem benneteket? Soha nem volt ilyen. Nem volt? Vagy akkor kevesebben játszottak, inkább, mint hogy engem beválasztanak, vagy akkor, ja, csak a Jani marad, akkor inkább hagyjuk. Én meg szertáros voltam, úgyhogy ennyi. Nekem volt olyan helyzet, hogy már megtörtént a választás, a csapatkapitányok választottak, 4-en voltunk, 3-an voltunk, 2-en maradtunk Csupival. Ő volt a birkózótársam, rettenetesen bénák voltunk, és nem akartak minket választani, és azt mondták, hogy meg vagyunk így, inkább kezdjünk. Mit csináltak? És ott álltunk ketten, és még várod, hogy hát akkor jó, akkor gyere, te nyomorú, gyere, akkor meg vagyunk, mehetünk. És akkor másik kapitány, jó, akkor kezdjük, egyre kevesebb vagyunk, és akkor Csupival leballagtunk, leültünk a kispadra, és jó, akkor 4-4 ellen. Igen, mindegy. Ez volt. Tudod, de hát itt vagyunk, például, jó, 4-4 ellen. 5+1-ben játszottuk, és mondom, itt vagyok. Kezdhetjük, meg vagyunk. Köszi, srácok. Traumatikus élmény egyébként. Tehát aki volt már így választva, vagy nem választva, az tudja, hogy ez szörnyű érzés. Te milyen csapatkapitány leszel? Te nagyon vitatkozol veletek velé? Szinte teljesen mindegy. Én is azt gondolom, csak hogy mire készüljünk. De ez nem hiba, hát nem fociztok soha, vagy nem nincs túl jó labdaérzéketek. Ez nem semennyi. Nem. Beengedni. Én soha nem presztizselek egy meccsen. No. Tehát, hogy én nem az a típus vagyok, aki összeveszik néha, mert nem tud veszteni, és ordibál, és levonul a pályáról, és csapkod. Azzal nem szeretek játszani ilyen típusú emberrel. Nem, nagyon barátságosan nézném ma, hogy hülyért csinálok belőled a kapuból, és a kapuban is viszont nagyon röhög. Jó, na, akkor mehetünk. Gangsta legyen az edző. Vigyük a gangstát le negyediknek? Nem, edzőnek. Edzőnek? Edzőbának. Mert ez hülye. Azért ne. Imádom az olyan, valószínűleg eleve sokat fogunk gökörködni, így is. Jó, vegyük föl velük a kapcsolatot, jó? És szerintem januárban tudjuk ezt megejteni. Nem azért, mert hogy addig levonulunk kis pályára és nagyon edzünk. Hát az biztos nem. Csak addig kicsit mindenki elfoglal. Nem tudom megígérni, hogy lejössz egy kicsit. Nem tudom megígérni, hogy edzek. Erre külön. De januárban szerintem megedzem. Sokat fogok futni. Az jó, nélkül. Figyelj, az, tehát lesz ott valaki, aki itt vagyok, előzőz! Hosszú, rövid! De lesz valaki, aki nagyon brusztol, nagyon szalad, olyan lesz, mint Torgele. Soha nem ért labdába, de nagyon sokat fut. Főle rohangálok. Ilyen, csak van valami szabálykönyved, mert én nekem fogalmam nincs arról, hogy működik az egész. A fociról nagyjából? Hát milyen, menni kell, kapura kell törni, azt gólt kell rúgni. Nem akkor mehetünk, jó, meg vagyok. Nincs kint sehol. Megvannak ezek a nagy elmondatok? Nincs kint sehol, nagyon jó. Hát ez semmi, hát. Jó, de jó. Te nem fogsz kijönni a kapuból, úgyhogy kapus leszel. Hát világos. Viszont soha ne a kapu elő rúg majd ki a labdát, Feri, mert önveszélyes vagy. Nem, ha értem átva felé mennem. Nehogy gól legyen belőle. Nekünk. És meszt akarok. Tehát morning show-s meszt kell csináltassunk. Hát figyelj, nekik biztos, hogy van egy mezük. Most mi ott ilyen szedett-vedetten nem mehetünk oda. Ha? Vadon 2. De figyelj, mi nem vagyunk profik, te nem lehetsz az 1-es, mint a nagy csapatoknál a kapus, te 0-ás leszel. Jó. Én 0. Ha hall minket a sztáredző, akkor lépjen már velünk kapcsolatba, dobjon egy SMS-t, jó? Hogy hívják őt? Orosz István. Orosz István, ha hall minket, aki egykor rendőr volt, most már sztáredző, hívjon már minket. Jött még egy-két SMS egyébként, hogy mi történik ilyen megyei bajnokságokban. A falu edzője egyszer azt mondta, gyerekek, semmi baj, az első félidőben partiban voltunk. Az első félidő 4-1. Végeredmény 11-1. Nálunk egy 800 lelkes faluban az volt a furcsa, ha bunyó közben kitört a foci meccs. Annyira jók lehetnek. Balázs, nektek előnyötök van, akkor a fejre nem nehéz odavarázsolni a labdát. Írja nekünk Goofy. Balázs teniszben, Jani tengóban, Feri tangóban jeleskedik. Jó kilátások, írja Edith. Nálunk az történik, hogy a pitbullt kikötik a szögletzászlóhoz. Azért az is komoly bajnokság. Amikor a kutyát oda kötöd. Betelefonált az edző? Edzőbá beletelefonált? Persze, hívd innen, Anna, hogy halljuk a csörgést. Edzőbá betelefonál, gyerekek. A nagybátonyi Orosz István hallgatja az adást. Elfogadja a kihívást, akkor hát lehet. Még nem biztos. Jó? Akkor őt adásba kapcsoljuk, meghallgatjuk, mit mond. És megkérdezzük, ki Julio. Valójában. valójában ki Julio. Mit mondod? Most beszéltem vele, olyan cuki volt. Betelefonált, Orosz István vagyok. Tényleg? És hallgat minket? Igen, most hívjuk is. Nagyon jó. Hallgat minket. Na, ez nagyon jó. Na, fölhívjuk, akkor elfogadjuk a... Mit fogadunk-e? Mi ajánlunk? De hogy ilyenkor nem a maffiával harcol. Mert azt már legyőzte. Dolgoz ki. Már mondta, hogy a maffiát legyőzte. Skacok, de ha most kihívjuk őket, nincs visszaút. Akkor lemegyünk és futballozunk. Hát senki nem akar visszaút. Nincs visszaút. Viszem a lasztikot. Kiét? Nagyon szeretem. Halló István, jó reggelt, Balázs Morning Show, hello. Szávasztok, jó reggelt. Hello, Feri is itt van. Jó reggelt, Feri. Jó reggelt. Hallom, hogy nyomoztok utánam. Igen, keresünk téged, hello. Hello. Hallgattál minket, vagy szóltak, hogy rólad beszélünk, kapcsold be a rádiót, vagy hogy történt? Nem hallgattalak benneteket, csak rengeteg ismerősöm, meg barátom van, és akkor ők szóltak nekem, hogy a Klassz FM műsorában éppen az egyik aktuális nyilatkozatomat bontforgatjátok, meg itt a nyilatkozat kapcsán felmerült annak a lehetősége, hogy focizzunk egymás ellen. Ennyi a történet lényeg. Igen, hát a legjobb edzői nyilatkozatokat vettük sorra, és megtaláltunk téged is a Somoskő újfalui vereség után. Te nagyon helyesen nyilatkoztál egyébként. Mondtad, hogy már ugye elbántál a maffiával, és azt is el fogod érni, hogy ne csak négyen járjanak el edzésre. Hát igen, ez tényleg egy nehéz feladat, mert ugye mi megyei első osztályban játszik a csapat, és a meccs előtt, meg a meccs után tényleg egy Guy Ritchie filmbe illő történetek zajlanak le ott a mi kis környezetünkben, de hát nem adom fel, úgyhogy többen fognak edzésre járni, meg tavasszal sokkal jobban fogunk szerepelni. Most hányan vagytok edzésen? Hát beszéltem az edzővel, a Petivel, ő azt mondta, hogy most már többen voltunk, nyilván azért ez a nyilatkozat odahatott neki meg. De ugye 5-6-a már, hogy lecsordogáltak edzésre? Igen, jönnek azért a fiúk. Átragad rájuk az elszántságod, a fanatizmusod. Akarják ők is. Nagyon helyes. Kezdjük már ott ezt a sztorit. Ugye a nyilatkozatban is az van, hogy te már elbántál a maffiával. Melyikkel? Hát ugye 21 néhány évig én teljesen más palettán dolgoztam, ha lehet így. Igen, szervezett bűnözés elleni egységet vezettem, és az volt a munkám, hogy a magyar maffia lépéseit kísérjük figyelemmel a kollégáimmal együtt, aztán csapjunk oda, amikor lehet, úgyhogy ez a kecskeméti maffia per az én életemnek, illetve a kollégáim pályafutásának is egy nagyon komoly mérföldköve volt, úgyhogy... Akkor nem lehet, hogy egyszerűen a játékosait félnek elmenni? Félnek megérni. Nem, ők azért ismerik az én más oldalaimat is, úgyhogy jó kis közösség ez, csak... mivel amatőr fociról van szó, hogyha esik az eső, vagy netán éppen valaki másnapos a csapatból, akkor úgy gondolja, hogy nem kell eljönni edzésre. Ha esik az eső, és másnap. Na, ki a Julio? Ugye azt mondtad, hogy van egy barátod, aki most filmszínész, kiváló labdarúgó, csupán annyi baj van vele, hogy le kell szokni a drogról és az alkoholról. Nem. Kicsoda? Julionak, hála Istennek, nincs köze a droghoz, meg az alkoholhoz. Annyit kell róla tudni, hogy ez egy brazil fiatal srác, aki egyébként labdarúgó, és megjelent az egyik edzésünkön Uszkve 3-4 hónappal ezelőtt. Teszteltük, tényleg egy kiváló játékos, de még a mai napig nem sikerült valamilyen oknál fogva elintézni, hogy kapjon játékengedélyt. Viszont egy rendkívül jó színészi képességgel rendelkező fickó, és felfigyelt rá a Gáspár Győző, és a Julio már csak nem volt nehéz. Úgyhogy már szerepelt a Julio ebben a showban. Nem tudom a címét ennek, mert nem is van, valahol, igen. Igen, valahol, de a lényeg az, hogy hát nekem Juljóra szükségem lenne, mint labdarúgóra, és nem mint filmszínészre. Ja, és most akkor labdarúgót akarsz belőle csinálni? Pont, hát ő labdarúgó valójában, de még nem jutott lehetőséghez itt a Nagybátony SC-nél. Tehát Julió lesz az egyik kulcsfigura, aki, hogyha be tudom építeni a csapatba, akkor sokkal jobb eredmény lesz. Meg akkor nem ő az a megye egyik legjobb csatára, akit a drogról és az alkoholról kell szoktatni, az egy másik. Az egy másik, az egy 17 éves fiatal fickó, aki egyébként egy gyöngyszem, egy hatalmas talentum, de ő sem szeret nagyon edzésre járni, meg inkább belefolytja bánatát a pálinkába, meg a sörbe, és én a fejembe vettem a képességeit látva, hogy segítek rajta, és hogyha leszoktatom tényleg a kábítószerről, meg a drogról, meg is állapodtam bele, mert hogy ő fog kapni tőlem egy PS4-et a jövő héten, és hogyha ezt megkapja, akkor nálam fog focizni. Most ez egy ilyen nevetségesnek, meg morbidnak tűnő történet. Hát ez egy ilyen ösztönző dolog, ez aranyos, hogy beszélnek egyet, és cserébe elvárok. De tényleg így van, ez a reality. És hogy álltok most? MB3? Nem. MB3-ba szerepeltünk tavaly, de ott az átszervezés miatt kiestünk, és jelenleg a megyei első osztályban szerepelünk, jellemzően fiatalokkal, mert fiatalokat építettünk be, van egy pár régi motoros, de viszonylag elképes jól szerepelünk, nem vagyunk bajnoki esélyesek, viszont bárkit meg tudunk szorongatni. Na, mit szólnátok egy 4-4 ellen kispályán? Állunk elébe. Hogy 4+1 az mégiscsak egy jobb kispályás felállás. Tehát a 3+1 az nagyon futós. Egy 4+1-es kispálya. Legyen úgy, Balázs, legyen úgy. Nagy szeretettel várunk benneteket. Ott lent Nagybátonyban vagy, ahogy én hívom, Mátra poszolákon. Úgyhogy gyertek bátran, és akkor játszunk egymással ellen egy jó meccset. Van ott valami, gondolom, kispályás foci terem, tornaterem, bármilyen lehet? Van az is, meg hála Istennek most adtak át egy műfüves pályát, ami vadi új világítással és egy nagyon kellemes környezetben tudunk egymással ellen játszani. Jó, de nem ér a legjobbakat felvonultatni. Tessék? Nem ér a legjobbakat felvonultatni. Abszolút nem. Én azt gondolom, hogy Juljóval fogtok találkozni, a 17 éves drogos alkoholista gyöngyszememmel, jó magammal, és akkor még... te is beállsz? Én azt gondolom, hogy igen, hát azért ilyen nemes ellenfelek ellen illik leporolni nekem is a csukát. Jó, mi az előbb említett urakat akarjuk, tehát hogy ez legyen. De a műfüves az kis pálya, vagy az nagy pálya? Kis pálya. A 4+1-re pont alkalmas. Jó, hát egyelőre 3-an vagyunk, akkor azért 2-vel még mi is beerősítünk, hogy azért akkor úgy érkezzünk meg, hogy valaki azért ott... Jelezzétek nekem, hogy mikor tudtok jönni, és akkor mi felkészülünk. Jó, ez szerintem január környéke, jó? Oké. Lemegy az év, és akkor januárban megyünk hozzátok futballozni. Oké, várunk benneteket szeretettel. Oké, köszönjük, hogy beszéltünk, köszönjük, hogy jelentkeztél. Én köszönöm, szavaztok, minden jót. Köszönöm, hello István, köszönjük szépen. Feri lesz az első, aki eladja a meccset. Dehogy aki átáll, nézd már, tétítetű már átáll. Tétítetű átáll. Ne, hát pont altatok. Én azt hiszi, hogy velük vagyok, és utána kifogom a szemüket. Figyelj, a Ferit véded a szemük. Vagy az. Felfektetjük egy vasaló deszkára, és oldalt fordítjuk, és berakjuk a kiskapuba. Senki nem fog gólt lőni. Jani, jobb közép leszel. Jó, jobb közép. Nem, és stabil kispados. De, játszanod kell. Én leszek a rövid kispad. Szerintem rövid gatyád már most van. Hát hogy nem volna. Azért mondom, hogy akinek nem kell cuccot venni, azt te vagy. Viszont a pályától, hogy ez a műfős pálya, ez egy rendes méretű focipálya, attól inkább ti féljetek. Kispálya. Azt berohangálni. Kispálya. Tehát van nagy pálya, de a műfős sokszor kispálya. Az nem egy, tehát az kispálya. Hát bízom rá, vagy bízom benne, hogy ez nem rendes méretű, mert akkor... Nem, mondta, hogy ez kispálya. Aha. Amin vagy kézikapuban, vagy ilyen kis pici hokikapu. Jó, találj még két embert, jó? Aki tud futballozni és celeb. Jó? Azon kell gondolkozunk, és akkor megvagyunk. Aha, tehát celeb és focizik. Celeb és focizik, megyünk januárba. Bódi Szilvi. Igen, ez Zimály Linda. Igen, és vigyünk egy rudat, hátat tudnak ott közben rudon pörögni. Igen. Vigyük a prügyi duót. Hát nem tudom, hogy tudnak-e focizni. Mit szóltok, nem? Sanszos, hogy nagyon sokat kapnánk. Hát, vonuló zenekarnak viszont vihetnénk. Arra ott van a kassa. Na jó, 8:30 pontosan 1 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show. 8:45 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Óriási késés a MÁV vonalain. Óriási dugó van, tényleg rengetegen írják, hogy elkéstek a munkahelyükről. Tessék? Jó, ja. Jani is vonattal jött? Janinak is leullott. Janinak is leullottak a levelek. Semmi, ez a 3-10-es bankautomatát áttette a 3-9-es megszólalásról való elcsúszása, nincs ezzel baj. Székesfehérvár Mór között 81-es főút újraaszfaltozás miatt nehezen járható, de inkább türelemmel várunk, csak csinálják meg. Köszönjük, ezt Peti küldte nekünk. Valamint a 4-es főúton van egy beborult kamion, hogy hol pontosan, az nem jött meg SMS-ben, csak az, hogy ott valahol 4-esen beborult egy kamion. Szolnok előtt Szajol felől, itt van a pontos leírás, ez egy másik SMS, beborult kamion van az árokban, félpályás lassú haladás, ez gondolom ugyanaz lehet, ugye? Aha. Szolnok 4-es, igen. M6-os 42-es kilométerénél készülnek fotózni, és van még egy trafing az M7-es autópályán Nagykanizsa irányába, a 145-ös kilométernél szintén trafiznak, hátulról veszik az autókat, óvatosan menjen mindenki, ezt pedig Bubu üzente, köszönjük szépen. Na, ilyenkor ad igazolást a MÁV egyébként? Tehát én bemegyek és kérek, hogy írják alá, mert kirúgnak a munkájáról, adnak ők bármit? Dehogy nem adnak. Igazolást is, plusz a vonatjegyet is visszatérítik valamilyen százalékban. Hát igen, idővel. Idővel, hát jó, de azt most nem azt mondtam, hogy azonnal visszatérítik, azt mondtam, hogy visszatérítik. Meg ez az igazolás is, tehát hogyha egy 6-800 ember késik el a munkahelyéről, akkor majd azt hogy? Érkezési során mindenki tép egy cetlit, és akkor... Igen, csak mutatja, hogy, tehát, az attól függ, hogy milyen vonaton mentél, meg hogy milyen jegyet vettél. Tehát nem valanyi jogon jár a visszatérítés, erről beszéltünk, tudjátok, hogy, hogy egy bizonyos kategóriá, nem pótjegy, vagy póthegy, vagy hogy hívják azt, tehát, hogy amikor neked ugye van, tehát hogy nem minden vonalra érvényes a visszatérítés. Aha. Tehát ha én egy sima meneti jeggyel utazom, és a vonatom késik 3 órát, akkor nem fizetik vissza? Nem a felárasakat térítik? Erről beszéltünk? Hát ez, szerintem igen, ott sem mindenkire vonatkozik. Meg hát ugye ez a visszatérés, bemenni, igazolni, lepecsétel, elküld, indokol, visszaküld, tehát hogy bonyolult a dolog. Na mindegy, jól van. 3-as ugrás, játszunk. Milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Benehezítették kicsit? Berágtál, mondtad, hogy eddig nem tovább? Igen, az elsőt azt még tudni fogják, szerintem a másodikon elvéreznek. Legalább őszinte, nem? Hát ez van. Milyen? És tegnap nem volt időm nagyalni könnyűbb kérdéseken, nem tudtam nagyon súlyozni, úgyhogy szerintem a másodiknál elvérezni. Szerintem az tudható. Az egy akkora név. Látod a megoldást. Nem, hát azért az szerintem az. A harmadik, ahol tényleg bekeményítettél, az kemény. Na megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok! Szia! Hello! Kati, hello! Szia, Kati vagyok, a férjem, meg éppen vezető az István. Szia, István! Hello, István! Hello. Kati, lehalkítjátok kicsit a rádiót, tudom, hogy így a férjed kicsit perifériára szorul, viszont nekünk kevésbé lesz vízhangos. Azt is meg tudod csinálni, hogy... Már ki is kapcsoltuk! Nagyon jó, hangos is ki a telefonodat, és akkor István is hall minket. Ha gondolod. Na, itt vagytok, sikerül? Igen, itt vagyunk, sikerült! Na, hello! Merre mentek éppen? Maglódról megyünk Gyömrőre, mert lejárt a jogosítványom, és azt megyünk intézni. De én vagyok a navigátor. Pont ezt akarom, hogy nyugtass meg, hogy te vezetsz azért. Lejárt a jogsit, ezt hogy vetted észre? Rendőr szólt, vagy te tudtad? Mert azt lehetetlen szinte észben tartani, az embernek mikor jár le a jogsia. Hát ezt ember nincs, aki nézze. Ez hogy jöttél erre rá? Nő vagyok. Mindent a fejembe tartom. Aha. Hát az sokszor előnyös. Meg nagyon... A fejben tud az ember tartani dolgokat. Igen. Meg nagyon megsárgult a papírja is nyilván már. Igen, már tök zöld. De nem tényleg ennyire precíz vagy, hogy fölírtad, hogy jogsi, azon belül az EU, azon belül a jogsi érvényessége, és jelzett a telefonod? Mert hát tényleg egy jogsi érvényességet észben tartani, hát azért az ritka tehetség. Nem, egészen véletlenül vettem észre. Én beszoktam írni a naptárba az ilyesmit. Nem akar, nem. Okos telefonom van, hogy azért nem tudok az ilyeneket. Nem, csak közben, bocsánat, csak Janidnak volt egy félmondata, és megint picit ittam a kamillatámból egy kortyot, hogy nem mondjak rá azonnal valamit erre, mert hogy ezt megint nem tudom hol tenni, hogy átvezeti az ember a határidő naplójába az iratoknak a lejárati dátumát. És soha nem is büntetik meg. Na? Hát két nappal előtte már látom, intézni kell, nem lesz semmi gond. És ám mit csinál egyébként, mivel foglalkozik, Kati? István Hentes. Hmm. A barátunk. Lőrincen. Lőrincen? Na ezt nem, Anna, ne, tényleg, tehát 93 000 négyzetkilométerünk van, hogy az elmúlt két hétben tényleg mindenki vagy lőrinci van, vagy lőrinci kötődés, mi van, megvett a Jani? Mi Maglódon lakunk. Ez az, én komolyan szűröm, én szondázom, megkérdeztem honnan Maglód, miért kellett mondani a Lőrincet? De látsz, a Lőrinc valahogy megint bejött egyébként. És te mit csinálsz, Kati? Én adminisztrátor vagyok a Kistarcsai kórházban. Oh, Nagytarcsán voltam katonásabb. Elég volt Jani haverjaiból, barátaiból, ismerőseiből, földijeiből, tényleg elég volt. És azon a vonalon jártam le mindig a vidéki rokonokhoz. Ecser, Maglód, nyaraló, Gyömrő, hú. Úgy örülnék egy komárominak, egy székesfehérvárinak, egy kápolnásnyékinek, egy aktelekinek, de tényleg, tehát, hogy... Nem értelek, Anna, egyszerűen. Én parkodni fogok, én holnap esküszöm, de légy szíves, tehát könyörüljetek rajta. Holnap csak Budapesten kívüli lehet, jó? Oké. Okay. Holnap csak az játszhat, aki nem budapesti. Újszásziak, nyíradonyiak. Bárki. Hol tartotok, Kati? Gyömrő vasútállomás. No, mindjárt ott vagytok. Mióta tart a házasságotok egyébként? 5 éve. 5 éve. A 6-dikat tapossuk, de 13 éve vagyunk együtt. Azt a mindenit. Gyermek is van már? Igen, Emese Csenge. Ő egy gyerek, vagy több névvel? Egy gyermekünk van, ő éppen az iskolában van, ő májusban lesz 8 éves. Iskolás. Jól van, na belevágunk akkor, jó? Rendben. Dedikált nyakba akasztó, vagy egér alá tétért, így szól az első kérdés. Kinek a jelmondata, vagy kiknek a jelmondata, hogy légy résen? Cserkészek. Réskészek. István nélkül is tudtad volna? Persze. Mit mondott István? Ő súgott, azt hallottuk, igen. Hogy kicsontasz, ha még egyszer bekérdezem. Igen, véres felsálat csinál belőled. Mehetünk tovább? Igen. Dedikált szatyorért, vagy egérrelátétért, már én sem tudom, hogy miért, így szól a második kérdés. Melyik sportág legendás alakja Wayne Gretzky? Wayne Gretzky. Labdajáték. Nem áll, hogy ezt egy pasi nem tudja. István, ne csináld. Wayne Gretzky. Hát akkora név, hogy... Tenis. A híres Gretzky forduló. Minden idők legponterősebb játékosa jégkorongban. Jégkorong. A nagy Gretzky. Így is szokták emlegetni. Föl kellett volna hívni a gangstert. Hát, ő vágta volna. Igen, Wayne Gretzky. Azt hittem, ez menni fog. János érezte, hogy nem, mert ő már az elején mondta, hogy a második kemény. Azt hittem, ezért Gretzky az nem annyira nehéz. Nem volt. Nem, abszolút. Nem volt az. Kati, István, köszi nektek, jó utat! Nagyon szépen köszönjük! Hello, sziasztok! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre! Hát pedig azért annyira nem volt ez nehéz szerintem. Na mindegy, 6 perc van pontosan, 9 óra, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi. 9 óra múlt 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok. Hello mindenkinek, nem lesz nagyon hideg, esőn országos szinten 1-2 helyen eshet, de 8-10 fok között lesz a csúcshőmérséklet és az idő melegszik, hétvégére újra 12-13 fokot mondanak. Úgyhogy ez jónak tűnik. Az okmányirodának van egy olyan szolgáltatása, írja egy hallgató, hogyha regisztrálsz az ügyfélkapun, akkor ha lejár bármelyik okmányod, előre e-mailben értesítenek. Puszi, Anna. Nagyon jó. Ezt nem tudtam, ez egy jó dolog. Köszönjük az infót, ez nagyon jó. Igen, beregisztrálsz, kitöltögeted, gondolom, mikor jár le, meg az egy e-mail címet szólnak neked, igen. Anna, holnapi 3-as ugrásra tökéletes lennék, Győr, Moson, Sopronban lakom, Vas és Zala megyébe járok dolgozni, írja Geri. Már megy a megvesztegetés. Lőrinc felé se járt soha életében. Fiat kiabál. Adásban meg majd valami kiderül, hogy van rokon, igen. Egy kicsit mindenki lőrinci, ezek szerint? Hát ez az olyan, de mindenki ismer mindenkit, tudod. Tehát, hogy így... A világ közepe. Igen. Az Attila út Budán elesett, itt ülök a buszon, az Alagút után is nagy a forgalom, ezt bekiüzente, valamint lavina veszélye az M5-ösön, az újhartyáni lehajtó előtt a felüljáróról. Elfogó vadász is van, Szeged felé, bandika a fain gyerek. Küldte ezt nekünk. M3-as Nyíregyháza felé 154-es körnél van egy trafink, Cilla üzeni, és a Dabasi felüljáró, ez valószínűleg az lehet, amit az előbb mondtam, igen, van két elfogó is, Norbi elküldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Budapesten azért késnek a vonatok, mert csak MÁV start van, MÁV cél nincs, Csumi Erik. Jó dumá egyébként, igen. Mi a helyzet a vonatkéséssel? Mit írnak? Megoldódott? Most már futnak be vonatok? Ugye volt egy váltóhiba? Vagy valami? Persze, amik tegnap reggel indultak, azok be. Azok megérkeztek. Nézted? Vagy nem nézted most? Nem, a MÁV az nem olyan precíz, mint a BKK. Még. Gyerekek, a BKK egészen jól frissít. Komolyan, nem? Egészen hasznos az oldaluk. Rendben van. A Facebook oldalukat mindenképpen érdemes annak látogatni, aki a BKV-t használja. Mert BKK-t. Igen. Hogy van ez a... Mindig legalább találok egy hírt, amit meg tudok akadni. Nem erről akarok beszélni, csak van valami gyilkossági ügy. De csak én mindig félfüle hallom, és így ütöm itt a gépet, meg e-mailekre válaszolgatok. Ákos, ha hallasz, akkor hozd már be, légy, ezt a Scotland Yard-ös ügyet. A sportláskás? Egy meghalt valamilyen ügynök. Bocsánat, hogy nem mondom jól, tényleg csak félfüllel hallottam. Megy a nyomozás, és egy nyomozó azt mondja, hogy abszolút előfordulhat. Bemászott a bőrönbe. Magára zárta a bőröndöt. És meghalt. Várjál, mert kívülről lelakatolta. Ja, és igen. Befeküdt, becsukta, behúzta, kívülről belakatolta, és meghalt. Teljesen életszerű. Ugye egy hír, azt hiszem, hogy jól hallottam, arról szól, hogy valaki valamiben nyomozott, és aztán hirtelen eltették láb alól, vagy lehet egy maffiózó, és nem tudják megállapítani, hogy ki ölte meg, de ki akarják zárni az idegenkezűséget, mert egy nyomozó szerint arról van szó, hogy ő még élő korában bemászott egy sporttáskába, bezárta magát, majd fogta magát és meghalt. Ennyi. Azt mondta a nyomozó, hogy hát azért ez... Tök normális. Ez tök normális. Hát így halnak meg az emberek, nem? Közeledik az évvége, szerintem már így nem szeretnék, ha romlanának a statisztikáik, ezért gyorsan meg akarják oldani az ügyet. Egy vicc. És ezt valaki elhiszi? Hogy valójában így hal meg valaki? Hát ezek szerint. Legalábbis a felettesei. Jó van, akkor ne nyomozzatok tovább. Meg vagyunk. Kész. Meg vagyunk, ennyi. Frank megmondta, akkor biztos, hogy így történt. Nem szeretnék így meghalni. Hogy magadra húzod egy sportáskát, igen. És lelakatolod. Tessék? Nem szép halál. De hogy fér be egy sportáskába egy ember? Szerintem simán befér. Hogy? Egy csomó van. Ilyen típusú sportáska. Gondolj csak a hókis táskákra. Abban még a Feri is belefér. Hát azért ezt megnézni. Én mondjuk simán. De hogy? De te nem férsz bele. Tehát egy alvóügynök vagy, akit visszahelyeznek, majd utána téged valamelyet eltesznek láb alól, mert te nyomozol valamilyen gyilkosság után. Azért veled megszenvednének, míg betennének egy sportáskába, ha csak nem könnyítenék meg a hajlításaidat egy láncfűrésszel. Na most nem, vagy a hajlékonyságot. Még aludt is ez a csávó, amikor magára zárta a bőröndöt, hogy alvóügynök volt. De igen. Úgy került be. Te se férsz be egy sporttáskába. Beférek. Ide egy sporttáskába. Hogy férnél már be egy sporttáskába? Egy hokis táskába simán beleférek. Bármikor. Vagy mondjuk a... Komolyan. Igen. Komolyan. Tehát ezek már óriásiak. Egy komplet hokis felszerelést beleférek. Egy maximum, amiben el tudlak képzelni, ez egy golftáska. Tehát az ugye ez nagy, azt két lábon húzzák. De egy ügynök, azt nem hajtogatod csak úgy be egy sporttáskába. Holnap tesztet akarok, hogy van-e olyan sporttáska, ami kapható Magyarországon is, hogy Jani belefér. És hogy magadra tudod-e zárni. Ezek a hatalmas ilyen felszereléscipelő, vagy felszerelések cipelésére használt hokis táskák, ezek tökéletesen alkalmasak arra, hogy elrejtőzzek bennük. De várjál. Tehát, hogyha te megölsz valakit egy szobában, akkor már nem mindegy, hogyha nem hagysz magad után nyomot, akkor ő egy sporttáskában találják meg holtan, vagy az ágyán találják meg holtan. Tehát nem teszed azzal, hogy én meg akarlak téged ölni. Igen. Kapok egy megbízást, hogy te olyan után nyomozol, ami engem zavar. Megöllek téged. Ha beteszlek egy sporttáskába és úgy öllek meg, sokkal kevésbé hihető, hogy önszántatból haltál meg, mintha egyébként valami mérget fecskendezek beléd, és elesel a fürdőszobába és bevered a fejedet. Tehát, hogy mi a célja annak, hogy valakit, akit megölnek, egyébként még berakják egy sporttáskába, kvázi kiemelve, hogy valószínű nem ölhette meg saját magát. Nem lehet, hogy máshol ölték meg, és a sporttáskában vitték oda, a szállodai szobában? Ba. Ja, hogy máshol ölték. Megölték, ott becsomagolták, átvitték, és ott letették. Na de hogy cipelsz egy 80 kilós embert egy sporttáskába feltűnés nélkül, tessék? 60. Oké, akkor... Kis ügynök volt. Igen, egy nagyon kicsi ügynök volt. Tehát amikor te becsakolsz egy szállodába, vagy csak átmész a recepción, azért egy 60-65 kilós sportáska, azért azt nem úgy viszed, mint egy 20 kilós bőröndet, sőt, már a 20 kilós bőröndel is megszenvedsz, amikor föl kell emelni mondjuk a repülőtéren a futószalagra. Hogy viszed föl a negyedikre? Jön a abban van egy halott. Londiner. Vigye csak, fiam. Sok borra valót adsz. $5. És a Londiner kérdez, hogy mi van benne, és mert ott, hogy ott fekszik benne a halott, akit föl kell csempészned. Akkor azt kell mondani, egy hulla. Mert az tényleg nem nyilvános. Rohadtul nem fogja. Hájjaj, de vicces. Na, és akkor azt nekem itt ilyen 10 eurót, és akkor jó van. Jót mulatott rajta, nagyon vicces a vendég. Azt mondta, hogy egy hulla van a táskájában. Milyen humoros, igen. Balázs először feldarabolta magát, aztán zárta magára a táskát. Ennyit se tudsz? Mindig olyan érdekesek ezek az ügyek egyébként, nem? És gondolod, de milyen a helyszíni biztosító, aki odaérkezik először, aki biztosítja a helyszínt, a rendőr. Így keres és nem találja sehol, és ott van egy sportáska, kihajtogatod, és ott néz rád valaki belehajtogatva egy sportáskába. Azért az is borzasztó. Nem? Borzasztó. És van egy olyan meló, ez marha érdekes, láttam erről egy valami kis csatornán valamelyik kis filmecskét, hogy talán világ legmocsosabb melói, vagy valami hasonló, akik rendet tesznek egy-egy gyilkosság után a helyszínen. Tehát vannak ezek a takarítók? Igen, olyan takarítók, akik erre vannak specializálódva, hogy ők mindig ilyen, hát csúnya esetek után, amikor már a helyszínelők végeztek, meg minden nyomot rögzítettek, meg elvitték az áldozatokat is, rendet tesznek. Aha, megint vér, megint belek. De mert ki kell festeni, gondolom, nem? Egy gőzborotvával végig mennek. Az egészet összeszedik, feltakarítják, fertőtlenítik, adott esetben még ők nem nagyon festenek, de eltüntetik a nyomokat. Aha. Mondjuk szedni nem ők szedik, mert azt elviszik a darab maradványokat. Nem, neki, hát igen, részben. Aha. Ami meg marad, ilyen apróbb cseprőbb dolgok, azokat ők szedik össze, és általában iszonyú jól fizet. Csak gyomor kell hozzá. Aha. Ez a klasszik takarítói meló, ugye filmekben van, mikor jön a takarítóegység. Hát tényleg egyébként a gyilkosságok után az valakinek el kell takarítani. Tehát és ezt nem a rendőrség csinálja. Azt nem, vagy a nem a helyi takarító mondjuk egy motelben, mert az valószínűleg belerecsenne. Vannak ilyen speciális takarítók. Érdekesek ezek az ügyek. Na mindegy. Egy másik érdekes ügy, ez inkább helyes ez a történet. Kanadában él egy férfi, aki 533 gyermeket nemzett. Oh. És ezzel ő a világ legtermékenyebb sperma donorja. Ja, tehát, hogy nem a normál úton, hanem hogy leadta az anyagot, és a hölgyek megmentek. Akkor is szép. De gyönyörű. Nem is tudom, hogy lehet-e, mert nálunk például nem lehet, nálunk van egy szabály, hogy ugye ha adsz le anyagot, akkor azt nem tudom hány, most mondok valamit, de mondjuk max 10 nőnek adhatják ki ugyanazt. Igen, de a történet egyébként nagyon helyes, ő egy lengyel hentes, aki elment Kanadába, mint bevándorló, és az édesanyja beteg lett. Halálos beteg lett. És az utolsó kívánsága az volt, hogy eljusson Velencébe. Mert itt szeretne még egyet gondolázni. És a történet úgy szól, hogy a Palinak nem volt pénze, de pénzt kellett szereznie. És a hentességből soha nem jött volna össze ez a pénz. Jelentkezett spermadonornak, és $20,000 értékű anyagot sikerült szolgáltatnia, amiből egyébként elvitte az ő drágai anyukáját gondolázni. Bocsánat, ez egy lövésre? Na, azt nem hiszem, folyamatosan. Ugye, azért az jól fizet. Folyamatosan járt be, és én voltam most valamikor moziban, ezt a szörnyű Justin Timberlake filmet láttam, és ezt meg is filmesítették, ezt a sztorit, tehát lesz. Ez egy igaz történet, amiből a film készült. És 500 gyermeke lett a Palinak. És mindez azért, hogy az anyukáját el tudja vinni gondolázni. Hát nem az 50 gyerek elég volt a gondolázáshoz, de aztán rákapott az ízére. Aha, és... igen. Mondjuk nem lehet könnyű egyébként. Úgyhogy közben mindig az anyjára gondol az ember. De ez milyen, amikor mondjuk rájössz, hogy igen, az úgy nehéz egy kicsit. Azt értette szemben. Igen. Mami. De most ne ezen akadjunk, ha értem. Próbáljuk tovább gondolni a dolgot. Hogy... te ugye, mondjuk ezt megcsinálod, elviszed az édesanyját, a dolog megtörténik. De mondjuk 2 év múlva megkomolyodsz, vagy felnősz, vagy azt mondod, hogy mégiscsak szeretnéd tudni, hogy hány gyermeked lett. Hát vagy 2 év múlva előjön a mama azzal, hogy látni szeretné a Kolosseumot. De egyébként a párizsi Eiffeltorony se rossz. És akkor minden kezdődik előről. Bemész, és megkérdezed, hogy mi lett. És azt mondják, hogy 533. Tételezzük fel, hogy nem anonim a dolog, megkaphatod mondjuk a címeket, szeretnél találkozni legalább 200-zal. Mert tudod, hogy van 533 gyermeked valahol a világban, akik rohangálnak, nem tudnak rólad, de szeretnéd őket megismerni. Azért az komoly meló, hát, nem? Ha? Ahhoz meg kell szabad idő. És mennyi unoka? Tehát azt gondold el, hogy ha közben unoka lesz, vagy a gyerekeknek gyereke, ugye hát az a te unokád már, akkor az mennyi ember, aki egyébként tőled származik? Ha csak kettővel számolod, az megint egy 1000-es, akkor már 1500 a tevéred, úgyhogy azt se tudod, kik ők, nem tök is jó is lenne, hogyha őket egy helyre lehetne hozni, és akkor mondjuk te lennél, és lenne Balázs falva. Nem? És ott élne 500 klón, vagy hát nem is klón, de 500 gyermek, hát ugye ott még jönnek az anyaigének, de hogy tulajdonképpen hát... És apaként tekintenének rám? Kettő összefut és egymásba szeretnek, egy lány meg egy fiú. Akkor mi van? Ők ugye nem is tudják, hogy ki a biológiai apjuk. Gondolom van szűrés vagy szórás, nem? Hát de most ezt mit 5 év alatt megtörtént. Hát abban pont benne van, hogy összefut. Igen, hát ha van 500 gyerek, azért azt a szétszórod a világba, kicsi ugyan a matematikai esély egy a sok-sok millióhoz, de mégis mi van, ha azok találkoznak? Akkor a két féltesó egymásba szeret? Hát. És úgy szeretsz bele egy lányba, hogy egyébként nem tudod, hogy ő a hugod? El kell áruljak, valamit lombik vagyok. Én is. Igen. Ha? Honnan? Ezt Kanadából. Mondod, én is. Ja. Pedig rendszeresen olvasom a Facebook oldalon. Mit tudsz az apádról? Nem sokat. Én se. A tiéd mi volt? Hentes. Az enyém is. Itt már azért kicsit. Honnan jött? Az enyém Lengyelországból. Ah, az enyém is. Ugye? Hogy? Kérdés, hogy tudhatsz-e bármit? Hát szerintem nem. Nem nagyon tud semmit. Nem tudhatsz semmit. De szerintem féltestvéreknél már nem játszik. Hogyha nincsen ilyen érzelmi kötődés, meg nincsen információ, akkor azért nagy problémák nem lehetnek. Hogy elveszed a hugodat? Apai gének. Hogy elveszed a saját hugodat? Arra gondolsz, hogy nem lehet probléma? Hogy nekünk, te mondjuk lány vagy én fiú, közös az apánk és egymásba szeretünk? Azért hát nem örülnék a csókcsata után ezt valaki velem közölni. Most mondom, hogyha nincsen információd róla, tehát fizikailag nem lehet belőle probléma. Tehát, hogy kromoszómák nem egyeznek, vagy ilyesmi, tehát, hogy abból nem lehet probléma, azt mondtam, ha nem tudsz róla. Hát probléma sosem abból van, hanem az utódszületésből. Tehát a probléma abból nincs nagyon. Tehát, ha te hugom vagy, és mi szexelünk egyet, abból nagyon sok probléma nem lesz. A gyerekből lesz. Na, abból viszont lehet, ha tudod, ha nem. Akkor ne szexeljük. És azt mondom, tehát a probléma nem abból van, hanem az, hogy nektek közös gyereketek születik, és nektek senki nem mondja, hogy egyébként a saját hugod. Ott biztos, hogy tehát, hogyha, ha ilyesmiről szólt, hogy minimális információ áramlásnak kellene lennie. Na, erről beszélünk. Hát van egy csomó olyan család, ahol ezt a gyereknek nem is vallják be, hogy biológiailag nem az apuka az apuka, vagy nem az anyuka az anyuka, ugye, tetebeültetésnél. Tehát egy csomó olyan ember van, aki úgy nő fel, és nem is kell feltétlenül tudja, mert ugye az apához való kötődés, az nem kromoszóma, az nem gén, hanem azért, mert vele élsz. Tehát attól neked ő lesz az igazi apád, hogy nem az ő hímival sejtje van. Nézzünk egy másikat, mondjuk nem az apa akarja megkeresni a gyereket, mert adott spermát, elvitte a mamát, letudta az egészet, hanem majd a gyerek dönt úgy, hogy elkezdi megkeresni az apukát. És egy ártatlan októberi estén egyszer csak csöngetnek. 400-an. Nem, becsönget egy valaki, megöleled, megtalálod. És onnantól kezdve minden ártatlan estén csöngetnek még. Másfél éven keresztül. Másfél éven keresztül csöngetnek neked még, hogy apa én is. És mondjuk, ha ez kiderül, akkor rájössz, hogy van 500 gyereked. Azért ott egy karácsonyi húzás elég macera, nem? Itt húztál, 426-os te, 122-es, lepjétek meg egymást. Azért az nagyon kemény. Viszont elég sok ajándékot kapsz te is. Hát igen. Hogy megy ez? Ki volt már? Adtatok már valaha? Nem, senki? Nem, nagyon szűk Markó vagyok. Gondolkodtam rajta, hogy... Bemész, orvosi vizsgálat van, azt tudom. Az van, igen. Komoly, és akkor a kémcső és te. Így kettesben vagytok. És az melyikünk kipróbálhatná egyébként. És akkor ráadásul tudnánk. Igen, mert te ettől óckodsz. Én nem. Nekem ezzel semmi gondom nincsen. Szívesen meghallgatom az élménybeszámolót. Menjetek. Menjünk együtt felé. Jó, de egy szobába. Van képünk a pasiról? Ő a hentes? De hát ez tök jó pasi. Fontos, de nem is fontos, hiszen az anya... Tehát te nem úgy választasz, hogy bemész. Nem, te jelzőket kapsz, tehát bőrszint kapsz, magasságot kapsz, különböző kódok alapján. Erről már beszéltünk, tehát megkapsz ismertető jegyeket, gyereket, de nem kapod meg egyértelmű, hogy igen, így és így hívják, itt és itt lakik. Tehát azért, amikor az 500 anyuka majd gyerektartási pert indít, azért az picit húzós lesz. Egy hentesi fizetésből azért, hogy picit megrodsz egyébként. Akkor jó volt, te szemét, most nem akarsz fizetni? Na de egyedül voltam egy szobában, asszonyom. Igen. Hát azért én összejönnék a húgommal, gyerekek. Van húgod? Nem, csak ha lenne, megtudnám, hogy még mi van, ha én a Viki öccse vagyok? Na tessék. Hát? Vagy a béka a húgod. Hirtelen, csak gondold át, várjál, kivel, hogy a béka a húgod? Oh. Ugye? Azért átgondolod a romantikus estéket, amiket együtt töltöttetek, nem? Na most már két gyerek után meg főleg. Most már olyankor már mindegy, azt mondod, hogy vagy mindegy? Jó, akkor ne csináljunk többet, de azért csak másként néznél rá. Azért az információ utáni első szexnél azért csak eszedbe jut, nem? Hugi, eddig nem mondtad, de jó van. Hugi, az iskoládat, hát a kutyafádat. Keressük már meg együtt a fatert. Visszakeresni se lehet, ugye? Az se. Nem, semmit nem tudsz elérni. Akkor menjünk már eladni anyagot. Nehogy adjatok. Miért? Minek? De ez egy tök szép dolog. De lenne 500 olyan ember, aki egyébként arra gondol, hogy neki vajon ki lehet az apja. Nem, ez szerintem ez nem. Az enyémben mondjuk legalább 1000 lenne. Egy potens vagyok öcsém, érte. Lemarom a gizdat. De tehát maga a tudat, biztos segítesz vele, meg persze azoknak, akik... Tényleg rengeteg meddőhölgy. De sokkal több sperma van, mint ahány meddőhölgy. Hát itt meddő úr kell, hogy legyen, ugye? Mert a meddőhölgyön te nem nagyon tud segíteni. Igen, ráadásul. Tehát az nem annyira jó. Ja. Hát igen. De szóval, hogy gondolod, hogy elmész adni, és rájössz, vagy nem rájössz, de utána szerintem azon gondolkozol, hogy neked valahol genetikailag, a te véredből, a te genetikádból, neked valahol lehet, hogy 20 gyerek rohangál belőled. És soha nem fogsz velük találkozni, soha nem tudod, hogy kik ők, nem? És amikor megnő, akkor elképzelhető, hogy megismered? Például, hogyha te gényeidet örökölted. Hát ha nem nő, meg megismered. Miért szembe jön New Yorkba, nem tudom, ott a Times Square-en. És a gyerek olyan, mint én voltam 16 évesen. Hát azért viszonylag matematikailag kicsi az esélye. De akár még felismerhető is lehetne. De ott van például Arnoldnak, hát a vonásairól. Ott van például Arnoldnak az Abi gyereke, aki ugye a kis babysitter hölgy után született. Aha. Egy az egybe az apja. És láttam róla egy fotót gyakorlatilag, dehogy is. Akkor 3. Nem? Hogy lenne már 3? Ez régen történt? Mennyi? 17? Ja. 3 volt 14 évvel ezelőtt. És onnan ismered meg, hogy 200 anyó fekve. Ránézel és egy az egybe. Mikor 500 gyereknél, azért amikor az anya elmondja a bűvös vonatot, hogy beszéld meg apáddal, nem? Azért az megszólal a telefonod, és egy éven keresztül csak várakozás üzemmódban tudsz beszélni, mert folyamatosan mindenki veled akarja. De maga a történet nagyon helyes, tényleg elvitte az anyukáját. De 530 gyermek, de akkor honnan tudja? Tehát, hogyha ez a dolog titkos, akkor honnan tudja, hogy 533 gyermeket nemzett? Hogy lett ebből film igaz történet alapján? Ő bement és megkérdezte, hogy csókolom, hány gyermekem lett? Mondjuk neki, 533? Hát számot azt tudhatsz. De ha ez tök titkosan zajlik, akkor te azt sem tudhatod, hogy te kinek adtad ki, vagy neked a spermádat kinek adták ki. Ha teljesen titkosan zajlik, nem tudhatod meg. Nem is tudja, hogy ki az 533 gyerek, csak annyi tudja, hogy ennyi sikeres beültetés volt. Lehet, hogy felkerült az akikre büszkék vagyunk táblára, vagy lehet, hogy kapnak egy aranykarórát 500 után. A donorok. Na most kérdés, hogy 533 milyen embert szabadítasz te magadból a világra, nem? Csak jót. Biztos, hogy szűrnek. Tehát kell pszichológiai teszt, egy csomó minden, gondolom én. Rejtett agresszió? Hát most egyik, gondold el, igen. 533 hentes vénával megáldott, hentes késsel minden boncoló ember rohangál most valahol. Tényleg elmennétek adni? Simán. Próbálnám. Jövő héten. Ja, még nem jó. Kicsit sok a terv, megint srácok, csak mondom, hogy picit megint jönnek a feladatok. Síelés, focizás, spermaadás. Yeah, szerintem ez egy szép dolog. Spermadonorokra szerintem csak hálás szívvel gondolhat mindenki, aki él ezzel a lehetőséggel. De lehet, hogy leadod és 10 évig nem is keresi senki a spermádat? Tehát neked meg lesz a jellemzésed, hogy körszakállas, mint tudom, kopasz, magas, szemüveges, zenére érzékeny, táncolni kevésbé tudó, vegetáriánus, a falmászas nagyon szereti. Nem, meg, és akkor szólnak, hogy megvolt az első apuka, gratulálunk. Vagy hogy? 10 év után is megkérdezett, hogy na mennyi volt? Hogyan? Keresem, Vadon úr, egy pillanat. 26, köszönjük. De ez hogy van? Ott nincsenek ilyen paraméterek, amik meg vannak adva az apáról, a donorról? De most mondtam el. Most mondtam el, de van. Na, hát az alapján engem ki fog választani? Le leszek fagyasztva valahol valami valami raktárnak a mélyén. Ugyanez volt a kérdésem, hogy honnan tudod, hogy mikor választanak? Szerintem engem nem választanának. De most miért egy alacsony anyuka? Hát az alacsony anyuka az magas fiút szeretne, vagy gyereket szeretne. Igen? Vagy kislányt, vagy tök mindegy. Hát senki nem akar alacsony gyereket. Most a virág már túllőtt lassan mindkettőtökön. Az igaz. Az igaz. Milyen jelző lenne a mi donorlistánkon? Hát a tiéden semmilyen, mert te nem mész el. Én nem. De most képzeljük el, hogy mi lenne, ha lenne. A tökéletes? Te nyilván ez alatt. Nem, dehogy is, nem, mit tudom én, a magas, de mit írsz be? Fekete ajú, magas, igen. Enni, élni, nagyon szerető, igen. A táncot, minden nagyon imádó, a vélében, latin temperamentummal megáldott, kiváló spermájú fiatalember keresi megszületendő gyermekeit? Így van, ennyi. Bár én nem is lehetnék egyébként. Szemem miatt jut eszembe. Miért? Hát mert ez öröklődhet. Nem mondd már. Na de egy csomó rejtett betegséged is lehet ilyen, ezek alapján. Tehát de a falterodnak rossz volt a szeme? Persze. Most valakinek van egy rejtett Gilbert-kórja, érted, és rosszabb a mája, vagy nagyobb a bilirubin szintje, hát attól most az kiszűrik, hát van egy vérvétel, minden? Igen? Vért. Illetve majd beszámolunk, ha elmegyünk, az egy próbát. Á, feliszéltebb tök kapos lenne. Én most egy kicsit elszontyolottam, mert tényleg rájöttem, hogy nem nagyon választanám. Szerintem neked ez nem lenne jó neked ego tripként. Bemennél, hogy elnézést, 10 év adtam spermát, szeretném látni a kartonomat. Vadon úr, egyelőre nincs kartony. Feri. Egyelőre üres a kartonya, kedves János, jöjjön vissza 10 év múlva. Hát, ha valaki beválasztott. De miért gondolod, hogy nem választanak? Szerintem véletlen elvitték, de visszahozták. Igen, nem volt jó. Viszont a Rákóczi úrért őt viszik, mint a folyékony cukrot. De miért? De te lehetnél én tudnék rólad egy nagyon szép jellemzést írni. Úgyhogy szerintem csajok beválasztanának. Az a baj, hogy a 165 centi miatt nem vinnének. De nem azt írnám, hogy 165 centi. Kopaszodásra hajlamos. Nem, azt írnám, hogy diszkréten mély növésű. Diszkréten. De miért? Hát nálad vannak alacsonyabb emberek. Diszkréten mély növésű, a metálzenét nagyon szerető, rendszerető, hűséges. Mély növésű, hogyha azt mondod, hogy diszkréten mély növésű, miért van tolakodó a mély növésű? Igen, van, aki ezt Danny DeVito bántóan alacsony. Te diszkréten vagy mély növésű. Bántó, te téged zavar? Ez őt zavarhatja legfeljebb. Tehát Danny DeVito bántóan alacsony, nagyon kövér, ronda, kopasz, ám de nagyon gazdag, híres hollywoodi színész. Ott is vannak dolgok, amik megszépítik. Téged nem, téged így jellemeznélek. Diszkréten mély növésű, a metálzenét nagyon szerető, rendszerető, precíz. Szexintar. Ilyen dolgokat. Így szerintem kellenél. Ami nem mindenki csak a nagy darab pasikat szereti, hát, vagy a magasakat. Tehát, hogy rosszul állnánk. Eleve a kopasság az a nőknél vonzó. Mert azt mondják, hogy az kopaszodik meg, aki potens, akinek sokat tesztoszteronja. Az én szeretem a kopasságot. Bejön a rippel, vagy mi? Alul. Ja, jó, hát alul igen. Na most, ha papa például híres lesz a film után, mert hogy megfilmesítik, és dollármilliókat keres, akkor te lehet, hogy beülsz úgy a saját apád filmjére, hogy nem tudod, hogy te a saját apád filmjét nézed? Mondjuk jó unalmas film, ezt már én láttam a bemutatóját, érted? És azt mondod a nőnek, akivel együtt élsz, aki lehet, hogy a te hugod. Aha. Gyere, van egy jó film. Valami hülye fószerről szól, aki adott, és beülsz, és végignézed a saját apád filmjét igaz történet alapján, zabálódnak popcorn, és nem tudod, hogy a te apád filmjét, hogy az apádról szól a film. Azért az meg is mennyire kemény. Nyilván benne lesznek a gyerekek. Benne vannak a gyerekek, arról szól, hogy folyamatosan keresi meg a gyerekeket. Elég, azt hiszem, az Adam Sandler játszik be, elég bugyút a filmnek. Nem már. Innentől kezdve már belehajoltam így a nachosos tálamba, és nem néztem föl többet. Nem biztos, lehet, hogy most keverem, de tudom, hogy egy ilyen vígjátékszerű filmet csinálnak belőle. Aha. És megnézed a filmet a saját apádról. Na, elmész adni? Menj már el, kíváncsi vagyok, hogy hogy zajlik. Elmegyek, de... De tudod, miért jó az adás? Mert egyébként bevizsgáltatják, nem mintha szükséged lenne rá, de például el tudják mondani, hogy ha a herékben ugye kevésbé mozgékonyak a spermák, akkor étrendváltozás, több sport, mondjuk ez neked nem kell, mert jól leszel, meg sokat mozogsz, de hogy megtudod, hogy azért így 50 felé körülbelül mennyire élénkek még a srácok. Csapkodnak-e még? Fizetnek ezért neked itthon? Persze. Van egy kis ellentételezés, hát $20,000 nem fog összehozni, csak egy szolid 120 év alatt. Tehát annyit nem fizetnek, de valami kis pénzt van érte. Mennyire durva lenne kiderülni, hogy steril vagy. Tehát azt mondanák, hogy igen, 10 éve teherbe ejtett, én nem nézette, nem, és mondjuk ide. Arra vennék más terét. Ez nem ciki. Életképesség, belemászik a zsebkendőbe. Hozzá se kell nyúlni. De ilyen durva lenne, vadonul, ne haragudjon. Nagyon jó karban van, fizikailag kiváló. Azok a kicsi fejek ott nem mozognak. Azok úgy ellustultak, hogy azok nem akarnak megmozdulni. Headbangervel jönnek a világra azok a kicsi fejek. Életre kelthetőek egyébként. Megnézem. Akkor ne adjál, csak vizsgáltass be. De hát az bele kell adni. Nem úgy értem, hanem hogy ne engedd utána, hogy örökbe fogadjanak téged, bármint a kicsiket, hanem hogy csak vizsgálják be, hogy mennyire mozgékony. Érdekes történet azért ez, szerintem. 533 gyerek. Elmegyünk. Feri, elkísérsz? Persze, kézen fogva. Érted? Hát valakinek majd hoznia kell az új Petri csészéket, érte? Még hozzanak! Nem bírunk vele! Igen, elszabadult. Állítsák meg! Ez izgalmas lehet. Na jó, van, teljes helyes történet ez. Minden esetre a történet pozitívan záródott, elvitte az édesanyját, ez azért cuki. Sikerült, Velence. És elvitte a beteg anyukáját Velencébe, látta őt gondolázni, és happy end a történet vége. Ebből a szempontból legalábbis. 9:30 múlt, pontosan 7 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3:10 lesz, pontosan 2 perc, szóval hello mindenkinek, Feri elment, de mi még vagyunk 10-ig. Egyébként arról még nem beszéltünk, hogy honnan tudod, hogy a te gyereked van. Tehát beszéltünk arról, hogy a mi tulajdonságainkról, de hogy honnan ismered meg, hogy a te gyerekedet, a Feri gyerekét honnan lehetne meg ismerni, ez a Feri gyerek a te gyerekedet, vagy az én gyerekemet, ha mondjuk elmennénk spermát adni. Nem? Hát, tehát az enyém onnan indul, hogy 500 nehézszülés, nem? Tehát innen tudod, hogy megint nehézszülés volt a Nagytétényi úton. A gyerek 4,3 kg a feje, ott vagyok, köszönöm. Bejelentkeznék, hogy egy már megvan. A tiéddel mi lenne? Mit csinálna? Az enyémel mindenhol elmászna. A tiéd 1 évesen nem fölmászna valahol. Az Empire State Building tetejéről szedték le azt az 1 éves gyereket, aki imád mászni. Feri? A Feri gyermeke állandóan, hogyha kisfiú lenne, kikezdene a konyhás nénikkel. és mindenhol sírna, csak a konyhába tudnák lenyugtatni. Ezt feltűnően mozog a női sálak iránt. Igen, a szürke női sálak iránt rózsaszín ingel. 1 évesre a gyerek csak akkor hallgat, mert ha a rózsaszín inget kapna szürke sállal. Igen, hát nagyjából így lehetne ezeket megmondani, hogy kinek a spermája volt a legsikeresebb, igen. Feri gyereke csak kolbásszal játszana, nem? Igen, és császárszalonnával. Tehát adnál neki egy abakusz, nem értené, viszont a kezébe nyomnál egy császárszalonnát, meg egy kolbászt, azonnal elindulna. A tiédet csak magnéziumporba lehetne altatni. A Feri gyereke biztos, hogy nem építene homokból várat, mindig csak homoktortákat készítene. Csak főzne, igen. Na jól van, helyes történet volt ez. Oké, 7 perc van pontosan 10 óra, helyes volt az edző, nem? Nagyon. Betelefonált, hogy hallgat minket, eljutott hozzá, hogy róla beszélünk. Akkor van egy meccsünk Nagybátonyban. Csabi, tudsz vacizni? Hello! Hát az, hogy tudok, az talán túlzás, de nagyon szeretek. Sziasztok. Tényleg? Igen. Játszol? Kis pályán vagy játszottál? Játszottam, és érdekes, hogy ez még akkor volt, amikor nem jártam futni, tehát mondjuk 2-szer végigfutottam a pályát, és jelentkeztem kapusposztra. De talán most már jobban menne. Hát tehát, akkor viszont... van állóképességem. Jelentkezek is a csapatba. Szívesen elmegyek. Lehet, hogy akkor alakulunk. Közelről láthassam. Ez valamikor január-február környékén lenne. Ha már kihívtuk őket vissza, nem léphetünk, kikötjük a pitbullt mi is a szögletzászlót, megérkezünk edzőbával, kitaláljuk, ki lesz az edző, levonulunk, hát akkor ezt meg kell csinálni. Figyelj. Feri, a kapucs az már biztos. Megyre hosszabb a kispadunk. 4+1, de nem nagyon van, ott mindenkinek bent kell lenni. Nincs csere. Hát, de lehet, hát az megbeszélés kérdése lehet. Nagy gólvágó vagy? Persze. Ha nem mozgok és megállok a kapu előtt. Figyelj, hát ha már sokat futsz, akkor 2x20 percet, azt már szerintem simán. Már jó kondiba vagy. És tök érdekes, hogy azóta nem is hociztam, amióta rendszeresen futok, úgyhogy kipróbálnám magam. Legyen ez fel is érintünk a sporta, hogy hallom. Igen. Na, hívjuk a naphallgatóját. Semmi nem ösztönzött arra, hogy focizzak, ha értitek, mire gondolok. Pedig olyan jó egyébként, ez a futás tök monoton, de ott nem vagy többiekkel, dumálsz, röhögtök, fociztok. Mostanában jó meccseket. Hát abból kevesebb van itthon, igen. Morning. Az bizony, jó reggelt! Hello, szia Balázs! Hello! Attila vagyok. Hello, Attila. Ja. Na, nézem, hogy mit írtál. Hol hallgatsz minket, Attila? Kérlek szépen, én most Ausztriában dolgozok. Ausztriában? Mit csinál? Egy kukoricatarlót tártépőzök. Kukoricatarlót? Őrzöl? Igen. Őrzöl? Nem őrzök, tártépőzök. Tehát le kell róla veretni. Szártépőzöl. Ja, megmaradt rész lesz. Traktorozok. Traktorozol. Na, ugye itt a spermadonorságról beszéltünk 9 után egy kanadai történet alapján, ami egyébként tényleg egy helyes történet, ugye egy kanadai fiatalember, aki úgy vitte el az édesanyját Velencébe, hogy végül is spermadonor lett, összeszedett $20,000, és a haldokló édesanyjának meg tudta még utoljára mutatni Velencét. Aztán ugye a történetből kiderült, hogy 533 gyermeket nemzett, és ezt a történetet meg is filmesítik, nem sokára moziban is lesz, ezen igaz történet alapján, és arról beszéltünk, hogy kinek mi lenne a jellemzése, meg hogy ki mit írhatna be magáról, és ugye őt Janit Ferit jellemeztük, és az Jani mondta, hogy elmegy kipróbálni ezt a dolgot. Igen. Mert egy nagyon szép dolog. És jött egy biztató SMS Jani felé: Jani, ne bánkodj, az üvegcsében egyforma leszel Ferivel. ha is, amennyiben Feri is elmegy. Ati, te vagy a naphallgatója. Király, köszönöm szépen. Van egy ajándékcsomagod is. Ó, azért írtam, azért köszönöm. Ez lett volna a cél, hogy megszerezd? Na, szerinted. Na. Meg azt, hogy hallgatlak bennetek egész nap, egész jók vagytok. Na, köszönjük szépen. Én köszöntem. Egész jók? Azt mondtad, hogy egész jók? Egész jók vagytok. Mi is úgy alatt, hogy te is penge vagy szártépésben. Igen. Figyelj, te szoktál Pesten járni? Egy évben egyszer-kétszer, igen. Egy évben egyszer-kétszer, mert egy nagyon klassz kis étterembe szeretnénk téged eljuttatni, annak ellenére, hogy nem vagy pesti. Mi elküldenénk neked ezt az utalványt. Egy brutál jó Budapesten megtalálható amerikai étterem. Jó, nagyon szépen köszönöm. Azért el fogok menni, biztos. És ha valakivel jöttök ketten, vagy akár egyedül is, beugrasz a harmadik kerületben, van sztékek, brutál jó hamburgerek, sékek, minden ebédek, nagyon klassz. Elindult a nyál elválasztásom. Hát figyelj, nem bánod meg, tényleg jó kis helyről van szó. Tényleg brutál jó helyről van szó. Hallgass meg, hogy hol van ez a hely, elküldjük az utalványt, és ha átvetted, akkor menj el mindenképp valakivel, jó? Jó, oké, mindenféleképpen el fogsz menni. Köszönöm szépen még egyszer. Köszi, hogy minket hallgatsz. Jó munkát neked, hello Ati. Csapok szép napot, sziasztok. Ciao, hello. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? James Arthurt ajánlom nektek. Ő jó. Kiváló énekes, ugye az angol X-faktor 9. szériáját ő nyerte meg, és az első lemezéről, aminek James Arthur a címe, van egy új dal. Könnyebben azonosítható. Igen, You're Nobody Till Somebody Loves You. Egyszerűen ez az ember, ahogy énekel, zseni. Meg jó nótákat írnak neki. Hát, és azt hiszem ő is tud azért dalokat szerezni, azért a lemezről ez kiderül. Úgyhogy hihetetlen. Szerintem nagyon nagy jövő előtt áll a csávó. Hallgassátok szeretettel az új dalát. Okay. Csabitól lehet dalt kérni, ha van kedvetek, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szép napot, szevasztok! Ciao, ciao.